Ez itt az Adja Gyötöst, szénégető Rihár műsora. a a A műsort a PPO Prezenc készítette. Az adást a Prokopius Numizmatika volt támogatta. Sziasztok, itt vagyunk az Adja Gyötöst legújabb adásában a vendégem Jeszenszki Zsolt. A Hát nekem de mindig rock tükör műsorvezetője maradsz. Hát minus. ennyi haj, meg a szín, a fekete szín, igen. Ugyan az vagyok egyébként. Így mindig azt szoktam mondani, amikor így valaki esetleg nem ismeri a rock tükört, mert fiatalabb vagy ilyesmi, hogy az volt a, az amerikai típusú zenei műsor itthon szerintem. Hát azért nem, először is nagyon köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, és, és, egyébként olyan örülök, hogy, hogy néha így a, a politikai műsorok, beszélgetések, toksok világából kicsit így vissza ugorhatok a, a, zenébe, és főleg egy ilyen közegben, ahol mondjuk ahol nem árulunk el titkot a nézőknek előre, hogy a részben a kedvenc zenéimet is bemutathatom. Ugye az Amerika hangjai című rádió műsor, ami 93-ban, bár ezt a lentúli Krisztián barátom pontosabban tudja, azt hiszem 93-ban indult a Danubius rádióban, és hát 30 éven keresztül kisebb-nagyobb megszakításokkal, azt ugye egyébként a Rádió Bridge-en folytatódott, aztán a Lánchíd rádióban, végül a Karcefemen. Az utóbbi volt a leghosszabb periódus egyébként vicces módon. Ez ugye most ért véget, hogy a Karcefem ebben a formában beszüntette a sugárzását. Tehát az volt az a műsor, ami kifejezetten én amerikai dallamos rockzenéről szólt. A rock tükör az azért egy általános popzenei műsor volt. Hogy mondjam, hizelgő, hogy azt mondta, hogy egy kicsit amerikai stílusú, hát maximum annyiban, hogy, hogy, néha külföldi zenészekkel is sikerült interjúkat csinálni, ami akkoriban nem azt mondom, hogy, hogy egyedi volt, de viszonylag azért kuriózum volt de főleg magyar zenekarokkal, előadókkal csináltunk riportokat, és azért a mai szemmel nézve az egy nagyon aranyos amatőr produkció, vagy fél amatőr produkció, nem volt, nem volt teljesen amatőr, tehát Andrics Laci barátommal csináltuk elsősorban, illetve Csapó Gyula műsorvezető társam. Szóval ez egy ilyen, ilyen garázsból kicsit kinőtt, az akkori tévés, kábel tévés viszonyoknak teljesen megfelelő egyfelől aranyos, másfelől meg egyébként, hogy mondjam, mind a zenei tartalmi részét tekintve, mind pedig a technikai részét tekintve egy viszonylag profi műsor volt, de mai szemben nézem már, már olyan, olyan, olyan megmos, jó értelemben megmosolyogtató. Én, hát én, hát. én nem érzem cikinek, és hál' Istennek Semmi mások sem érzik az. annak, annak ellenére, hogy tényleg néha komikus. Hát egyrészt ahogy kinézek azzal a hajjal, az is, meg nyilván mai visszanézve egészen hogy beszélek akkor a, 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 a képernyők előtt. Azt gondolom, és szerénytelenség nélkül, hogy a, a, egyrészt a, a tudásom és az alázatom is megvolt a, a zene és a zenészek iránt akkor, és viszonylag felkészülten tartalmas riportokat sikerült készíteni, néha vicceseket is, de azért volt benne egy ilyen kora éves nyegleség bennem is, meg az egészben, tehát és ezt a helyén, helyén kezelve én is nagyon jókat szórakozom, amikor megnézem, és nagyon örülök, hogy hogy a Laci ezeket sorban pakolja föl a YouTube-ra, és, és hát te is ezek szerint rátaláltam Ezt meg, még nagyon sokan ne. is jönnek, hogy hú, hát láttam a roktűk, beszartam, hogy a, a szaszával, a, hogy a, a, kispállal, a nem tudom, ki, kikkel, volt ott padödő, és minden, mindenki volt. Nekem ugye azért van ez az Amerika hasonlat, mert ott, hogy kimentetek terepre nem ilyen teri stúdió körülmények igen. között, hanem hogy itt a egy lemezboltba a koncerten, stb. Tehát hogy meg volt az a, az a tényleg ez a tudósítás feelingje. A, a, a lemezbolt, meg a, a étterem feelingnek nagyon próza joga volt, ezek voltak a szponzorok. Tehát Persze. az, hogyha egy helyszínen forgattunk, az akkor nekünk ilyen 30-40-50 ezer forintot jelentett bevétel, és ebből tartottuk el a műsort. Tehát ez egy abszolút egy, egy, egy ö, 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 saját lábán álló reklámokból működő televíziós produkció volt, és az egyik fontos láb volt azok a helyszínek, köztük diszkók egyébként, ahol forgattunk, és mondjuk voltak, ebből adódtak néha érdekes helyzetek, amikor Siófokon a, a Palace diszkóban, ami az akkori 90-es évek közepéről beszélünk, az akkori idők legmenőbb, leg, ilyen igen, hát akkor még, akkor még nem annyira house, hanem inkább techno, de már house is, tehát ilyen elektronikus támzenei helye volt, és az egyik vendég a Protor zenekar volt a Palasz diszkóval. A másik a Hooligans, az egy kicsit jobban elment, de ez voltak ilyen furcsa anomáliák. Hát igen, az a Janéjek, az nem, nem feltétlenül az a zenekar, ami megfordult a diszkóval, valószínűleg ezen kívül bármikor hát is. Nem. Hozta nekünk 5-5, 5 plusz 1-5-ös listát, mert meglátjuk, hogy arra plusz egyre lesz lesz idő. Top 5 zenekar. Hát megmondom őszintén, hogy vannak benne olyan dolgok, ami meglepett, vannak benne olyan dolgok, amik egyáltalán nem. És hogy kezdünk így az első ötös, a top 5 zenekarra, hát ezek nem lepett. Ezek nem hát Ezt gondoltam, hogy ez nem fog meglepni. Ez, ez, ez egy műfajilag meglehetősen homogén. Ez, a, a, és az az, ez, ez, alapján azt gondolná az ember, hogy én, én rendkívül beszűkült zenei világgal rendelkezem. Ez nagyon, nagyon, nem igaz. És majd azért a daloknál, meg itt-ott ki fog derülni, hogy vannak néha furcsaságok. De de az biztos, hogy ha a kedvenceimet kell, azt a, azt a, zenei világot, ami a legközelebb áll hozzám, és benne néhány zenekart, amelyek számomra a legmeghatározóbbak, akkor az egészen biztos, hogy a 80-as évek dallamos amerikai rock Ezt akartam mondani, hogy nekem nem a beszűkültség jutott eszembe, amikor néztem, hanem nekem inkább az, hogy dallamorientált vagy. Ezt nagyon jól, nagyon jól látod, és ezt, és ezt régebben, amikor ilyen jobban még így a zenei világban aktívabb voltam, akkor ezt itt próbáltam is elmagyarázni, hogy én, vagy elmesélni, hogy, hogy dallam. Tehát nekem ez egy, ez egy borzasztó fontos kurzó. Tehát én nem szeretem a ritmus alapú zenéket, nem is igazán értem őket. Azt megértem, hogy van, aki azt szereti, hogyha nagyon jókat lehet rá táncolni, mozogni. Én nekem a dallam és a, és a dallammal együtt járó világ, az, ami, ami, ami nekem a zenét igazán jelenti. Tehát a, például mondjuk, hogy a, a heavy metalban van az úgynevezett matek metal, amelyik ilyen, amelyik a Dream Theater történet, az, 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 egyébként nagyon dallamos, de onnan nőttek, mint ilyen Dillinger Escape Plan, meg ilyen típusú úgynevezett yeah. ilyen matek metalnak hívják, amikor olyan borzasztó, pontosan a, a hangok ki vannak számolva, hogy hogyan, és értem abban a profizmust, és, és nagyon izgalmas, de nekem, nekem ez nem mond semmit. Tehát, hanem nincs benne egy nagyon profán érzelem, és ez most hogy profán érzelem, pont ugye ezek ellentétes, egymás ellentétes kifejezések, de hogy olyan, nagyon, nagyon nyilvánvalóan érzel, érzelem gazdagság, amit a dallam fejez ki. Ha ez nincs, akkor én engem nem fog menni. Ezt szoktam mondani egyik cimbarem, hogy ő azért nem hallgat ilyen matekmentálokat, meg progmentálokat, mert ő, ha ő matekozni akarok, akkor erre vesz egy kockás füzetet. És értem, így, értem. Így, én, én, is, én, is, egyébként én is inkább dallamorientált vagyok, és az első zenekar, akit itt fölírt, a The az ennek a megfelelője, ennek is a megfelelője, mert hogy azért kicsit új hullám, kicsicska, kicsit ilyen, kicsit olyan, de mégis azért egyértelműen ez is a dallam központú zenekar szerintem. Igen, a, a másik négy egyébként ugye a Toto, a Journey, az Rio Speedwagon és a Survivor, ez egy homogénebb, tehát ez bim dallam, klasszik 80-as évek, arénarok, formula, és, az, és, ez nagyon, nagyon egy zenei világ. A Hooters is egy kicsit ez, de nekik, nekik volt egy sajátos ízük, amiatt, hogy, hogy egy csomó olyan folk hangszert használtak, ami, ami, a rockzenében egyébként nem mindennapos, és, de nem úgy, ahogy mondjuk a, az ír, ir, ir vagy ahogy, ahogy nem, a szvetter, adjuk ugye egy, egy, egy magyar népzenei motivumokat, nem, tehát nem, nem annyira a népzene motivumai jelentek meg, csak egyszerűen a hangszerek. Ezen belül is főleg a, ez a bizonyos hooter, ami egy, egy tulajdonképpen egy, 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 fúvós hangszer, ami nem tudom, nekem volt egy triola nevű kis hangszer, gyerekkoromban talán ahhoz hasonlított, de tangoharmonika is előfordul náluk, de ezek nagyon szervesen bele vannak építve az egyébként dallamos rockzenébe, amit ők, amit ők játszanak. Emlékszel, hogy hol találkoztam velük először? Igen, ez, ez azért, a, a Hooters azért ilyen szempontból, egy kicsit kilóg, meg, meg speciális, és ők azért ultra-abszolút örök kedvenc zenekarom, és, és, és teljesen, személyes a dolog, mert ugye 84-től 86-ig éltem Amerikában, amikor édesapám ott tanítottak a Kalifornia Egyetemen, és a, a, valamelyik ilyen iskolai bulin, az, az első daluk, az Envy dance szólt, és, és hát úgy tetszett, de nem tűnt fel annyira egészen addig, amikor hazajöttünk már, és már itthon az ötvös gimnáziumban a padban elkezdtem énekelni a valamelyik osztálytársamnak, és akkor kérdezte, hogy mi az, és mondtam, hogy húz. És akkor tudom, Jézusom, hát én ezt imádom ezt a bandát. Volt egy két zenekar, amit ott kint megszerettem, meg, meg hoztam az a kazettákat, de a húz, ez még nem volt köztetett. És ez tényleg így utólag jöttem el, hogy nekem azzal az ott amerikai tartózkodással valahogy nekem egy kicsit egy év össze, egybe, egybe mosodott, vagy hogy az, az, azt jelképezi nekem a húti és akkor onnantól. Hát a 85, bocsánat, 80, amikor már itthon voltunk, 87 nyaráról beszélünk, akkor azért nem volt olyan könnyű még megszerezni, és az első gazettájukat azt nyáron Londonban, akkor, akkor egy hónapot szintén ott apám előadásokat tartott, és én is kimentem vele, és akkor az ismerőseinél lakta Anglia különböző helyein, köztük Londonban is, és akkor a londoni városnézéseim egy héten keresztül azok úgy néztek ki, hogy megnéztem a mert akkor még ugye sárga nagy telefon, hogy hol vannak lemezboltok, szépen össze, raktam magamnak egy úti tervet, megvettem a, a heti buszbérletet Londonra, akkor az ilyen pár, pár pennyről beszélünk még, és az összes lemezboltba elmentem. A British Museumot is láttam városnézés közben, három órát az egészet végignéztem, de a lemezboltokban ilyen órák, szintén ott boltonként töltöttem három órát, és az egyikben ilyen használt, hát akkor ugye az új lemezekre, vagy kazettákra, nem is volt lemezjátszó, akkor vagy nem is voltak már lemezjátszók nagyon, akkor, akkor kezdtek eltűnni. Szóval kazettákra, használt kazettákra volt pénzem, és akkor vettem, emlékszem, hogy 18 darabot összesen a, az, a, az az angliai út alatt, és a köztük a Hooters első albumát, a Nervous Night-ot, aztán a másodikat, ami akkor éppen meg frissen jelent meg, láttam a Virgin a ban nem tudom akkor hány, talán 8 fontért, hát elérhetetlen volt, úgyhogy gondoltam, hogy majd úgyis jövök haza, és akkor valamelyik ilyen masszek lemezbódban fölvetettem kazettára, hogy akkor működött a világ, hát senkinek nem volt meg Úgyhogy egy fél évet kellett kb. várnom, mire a Solarisban megér, Solaris megérkezett, és akkor rögtön azzal fogadott a Miklós Peti, hogy itt az új út ez. Gyere, fölveszük neked ingyen. És akkor ez neked azóta is megmaradt az az ultimate kedvenc, és... Ez abszolút megmaradt, tehát ez tényleg meghatározta a gyerekkoromat, és utána azt is, hogy én a zeneiparba keveredtem, és, és nem csak tévéműsorokat, rádióműsorokat csináltam, hanem aztán ugye a a ma használ közös kezelésbe is tevékeny voltam. Hogy én erre, erre, ebbe az irányba mentem el, ebben a, a elévületetlen érdemei voltak. És aztán 2006-ban azt hiszem, végre volt szerencsém ezt elmesélni a zenekarnak, és mert Németországban akkor sikerült velük találkozni. Leleveleztük a menedzsment. Láttam, hogy újra jönnek Európába turnézni, és a menedzsment nagyon kedves, volt leleveleztük, hogy csinálnék egy interjút az akkori rádió műsoromba, és a Erik Bazilian ő, gitáros énekesük azzal fogadott a szállodában, hogy a cipőm rossz lábamon van, de az ingem jól van begombolva. Ugyanis ő a nagyapja magyar volt. De nem tud már magyarul, vagy lehet, hogy nem a nagyapja, a dédapja talán, szóval van magyar, magyar vér is folyik benne, nem tud már magyarul, de erre a mondókára emlékezett. Oh, Óriási, Óriási egyébként, azóta is jobban vagyunk. Szóval van egy ilyen, egy Totó, ami egyáltalán nem lepett meg, ugye megint csak, mert hogy még emlékszem is valahol, valamelyik, tehát még valami hobbistában is előkerült egyszer a Totó, vagy valami műsorba, és így megegyeztem, hogy pont akkoriban láttam, hogy emlegetted valahol, amikor én kezdtem felfedezni a Totót jobban. Mert én mindig úgy adtam vele, hogy ah, jó, jó, de úgy nem, valamilyen nem mélyedtem ebben. Szer a jobban. szerintem a Totóhoz, most mondanám azt, hogy, hogy kell egyfajta érettség, de az nagy képű lenne, meg ráadásul én 20 évesen már imádtam a totót. Nem, szerintem meg kell, az embernek tényleg bele kell mélyülni, és, és bárhonnan jövünk, valahol, valamikor, hogyha valaki muzikális, akkor előbb-utóbb a totóval találkoznia kell, és a totó meg kell, hogy fogja. Nem biztos, hogy rajongó, de a rajongó vált, de, a, a, totó az a világ egyik legjobban zenélő zenekara. Mindezt úgy, hogy nem csak, nem csak a legjobb muzsikusok játszottak és játszanak benne, de hogy a minőség mellett egy abszolút fogyasztható, könnyed, jól, és, és a, ez nyilván Steve Lukather zsenialitásának részben, az ő meg a többiek zsenialitásának is, de főleg ő, mint gitáros, egyszerre érzi a, a virtuóz játékot, de úgyhogy az ne váljon öncélúvá hallgathatatlanná, hanem, hanem maradjanak nagyon könnyen be, befogadható jó dalok, és hát ő ugye szerzőként is ezekben aktívan részt vesz. Nekem a pont az ére például a 35 éves lengyel buli volt, azt megkaptam, amikor megjelent, megkaptam blu ray egy barátomtól tán napomra. Elkezdtem nézni, és a Wings of Time, amikor játszák, az így teljesen így letaglózott. És Igen, az már egy, az egy későbbi, tehát nyilván a részben az életkorunkból, meg a Totóval való találkozásunkból igen. is eredően, én ugye nyilván a, elsősorban a, az első, mondjuk, hét lemezt, szeretem a legjobban. A későbbieken is vannak borzasztóan jó és nagyon-nagyon és hallgatható dalok. Élőben, és szintén zseniális a zenekar. Nem tudom már, hogy őket vagy a Muse, de ezt a két zenekart láttam a életemre a legtöbbször ilyen 5-6 talán mindkettő mint, mint esetében. És pármikor szívesen újra nézem, és több énekessel is láttam a Totót, pont a Fergi Fredrickszennel, aki a kedvencem volt, Isten nyugodtalja már nincs, sajnos vele nem, de vele csak egyetlen lemezt készítettek, ami szerintem a legjobb, de egyébként legalul, legalul értékeltebb Totó lemez, az Isolation, abban voltak ilyen, ilyen high-tech, progresszív elemek is, nekem maximálisan a kedvencem, de, de bármelyik, bármelyik albumukat bármikor nagyon-nagyon szívesen hallgatom, és igen, érdekes, hogy mondod, hogy te, te később vetted hogy mennyire. Írjön. Nyilván te, te egy metálosabb irányba jössz. Én nekem egy csomó metálzenekarom. Nekem az Iron Maiden például ez, amit úgy régen nem is szerettem, mert hú, nagyon kemény heavy Aztán úgy, oké, okay. és most, most már mondjuk tíz évben legalább mérhető, de inkább többen, de hogy ez egy meg, ez egy baromi jó zenekar, és, és élőben a Volt Fesztiválon elég, elég rendesen berúgva teli torokból. Szóval vannak ilyenek, hogy az ember később vesz észre, hogy ez még annál is jobb, mint, mint Abszolút. ahogy ugye el, szívesen elhallgatta. El Érdekes, nekem amúgy a, a Toto akkor jött be igazán, ezen a 35 es live felül, amikor én elkezdtem rengeteg country hallgatni, de nem azt a régi, jódlizós, csűrdöngölőset, hanem ezt a modernebb, picit sokosabb, Igen, Ray. igen, igen, meg még az annál is újabbak, az a Jason Old, aha, ah, ah, te még újabbakat, hát, mert akkor ebben igen. is tudok egy pár uzamot, mert én meg a 90-es években kezdtem ezt az akkori New country hallgatni. Pont, Abszolút, a, pont igen. amikor a rock visszaszorult Amerikában. Én már a Jason a főleg ezzel az új dalával, hát nyilván még a hobbistával, ezzel tényleg foglalkoztunk eleget, tehát azóta nagyon, de ezt a, ezt ezt a vonalat én már annyira nem követtem, de, 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 de így most egy kicsit emiatt még jobban odafigyelve azt mondom, hogy most is nagyon ott van. Igen. Abszolút, és itt tök érdekes, hogy ugye valahogy szerintem pont az egyik oldin lemez után kezdtem megint hallgatni a tótot, és hogy így, tudod, valahogy így a két dallamos világ így, így, nekem így valahogy összemostott fejbe, valahogy teljesen más, ugye a kettő. Igen, de, és... de, ebből a dallamosok zenéből nagyon sokan mentek át a 90-es években a countryba, mert hogy ott lehetett megérni a, a legklasszikusabb, ugye Dan Huff, aki nem tudom, hogy a Giant nevű persze, de persze. -e? hát ő, ő annak ott ugye a gitáros énekes -e, és aztán az egyik legsikeresebb country producer lett de Matt Lang, aki Senajatvénynek volt nem csak a producer, hanem a férje hát ő ugye előtte ACDC, Metallica Brian Adams, ilyen lemezeket csinált Igen. tehát nagyon sok, nagyon-nagyon profi ember ment át a rockzenéből a countryba elsősorban megéletési okokból és aztán ott megcsinálták ezeket a nagyon-nagyon hallgatható, nagyon, nagyon, nagyon populáris, nagyon nagyon magas minőségű country pop lemezeket és most meg ugye hát így olyan lemezeladások vannak, meg olyan koncertlátogatottságok vannak, hogy egészen elképesztő. Hát koncertlátogatottságok, lemezeladások azok már. Hát ugye, igen, de még így is simán vannak platina lemezek, ami azért nagy szó. Csak tehát... vigyázz, mert azok már ilyen nagyon trükkösek, mert ilyen olyan átszámítási módszerek vannak, de de, hogyha a Spotify-on meghallgatnak egy dalt a lemezről, mit tudom én, egy milliószor, az tízezer album eladásnak minősül. Miközben lehet, hogy soha az össz többi dalt az életben senki meg nem hallgatta, de annak az egy dalnak a, a, konverziós, van egy ilyen konverziós ráta, hogy borzasztó bonyolult, hogy az, mennyi a stream, mennyi a single dal letöltés, mennyi az album eladásra konvertálódik. Én a ki vagyok mondjuk, de... de nekem én. se tetszett, még a ma dolgoztam, amikor, amikor a, az itthoni kiadók elkezdték ezt nyomni, hogy, hogy ezt vezessük be Magyarországon is, és én az utolsó pillanatig ellenálltam neki, aztán most már nem, rég nem dolgozom ott, és tudom, hogy bevezették, és értem persze sajnos a nemzetközi trendek ez alkalmazkodni kell, de hogy tök tök illogikus, tehát pontosan Igen. amiről régen szólt az album, hogy az ember fogta és megvette a lemezt azért, mert azt gondolta, hogy ennek az előadónak én minden számát szeretem, ezt a lemezt én meg akarom venni, akarom, hogy az enyém legyen és hallgassam, nem pedig az, hogy van egy dal, amit non-stopba játszom magamnak, mert, mert betalált. Van olyan, hogy egy dal betalál és non-stopba játszom a kocsiba, vizé, faltól, falig, újra és újra, az is egy jó, de én nem gondolnám, hogy onnan az egy album eladásnak minősül. Én sem. Aztán hozta egyet hogy Journey, ami ugye, hát megint csak nem meglepetés, és az egyik talán legsikeresebb, ugye ilyen dallamrok beszélünk, akik még a mai napig is, ugye, nagy névnek számítanak. Abszolút, hát a Journey az kb. a Totohoz hasonló, ott, ott is egy, egy fantasztikus gitáros, Nilsan, aki az egésznek a szellemi atya és mozgatórugója, egy generációval korábbi a Totonál bár ma már azt, mind azt nézzük, hogy fog ezek is öregek, meg azok is öregek, de a két zenekar alapítása között volt kb. 10 év. Négy 4, Négy, négy nem, hát az, első, az első Totó az 78-ban jelent meg. Direkt írtam Puskát, hogy 77-től van Totó, és 73-től Igen, akkor bocsánat, én mondtam rosszul, kicsit túl, 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 de 77-től volt Totó, de 78-ban jött ki az első remez, igen. És 73-ban, én azt tudom, hogy 71-ben volt az első Zsörnyi, akkor rosszul emlékeztem. És... Mindjárt, mindjárt rögtön 73 hát ötös az első lemez, szóval. ha jól emlékszem. Az, a sima Journey címet visel. Jó, akkor nincs akkora, valóban. Az érdekes, hogy akkor, akkor az a 4 öt év, az borzasztó sok időnek számított. Tehát mondjuk 88-ban, amikor a, el, akkor volt a, a, akkor már a New Jersey volt a Bon Jovi negyedik lemeze, és akkor a, az első lemez a Bon Jovi, ami 83-as egyébként, vagy 84-es, de 83-ban akkor az a, a régi Bon Jovi. 5 <laughs> öt, öt évről igen. beszélünk. Igen. Most 2023-ban a 84-es, meg a 88-as Bon Jovi, az tök ugyanannak tűnik. Akkor, mintha egy másik világ lett volna. Hát ugye, szokták is mondani, hogy a kétféle Bon Jovi van, a Keep the fate meg meg... Ugyan... Igen, egyébként kb. igen. Amúgy a Bon Jovi is ott lenne nálam a nagy kedvencek között, de hát ötre kell lett redukálni, igen. és mi nyilván lenne még sok másik. Szóval Figyelj, ez, most... ez nagyon nehéz dolog, 50-re a... könnyebben tudom redukálni. Tehát most például a következő vendég, most azt mondhatom nyugodtan, mert hogy a jövő héten felveszek az este a következő vendég a VIP lesz, és mondta, hogy figyelj, top írni, ez egy horror. De hát igen. igen de annál még top az... top egyet még nehezebb, mert olyan, olyan szerintem nincs is. Érdekes, hogy nekem például a filmeknél van az, hogy top egyet könnyebben mondok, mint top ötöt. Mondjuk filmben én is talán. De, de, igen, de mindenképpen nehéz. Azért találtuk ezt kicsit top 5 Minden, pont. minden, az a, minden bejegyzése végig ez jó hosszú podcast lesz. Én, én, el, én el vagyok, de figyelj, nem figyelj, nem figyelj simán. Ez, el, ez a műsor általában ilyen másfél két óra. Ja, jó. Hát a Joe Rogan is három órákat beszélget egy vendéggel. <kül> Azt nem gondolom, hogy én olyan érdekes vagyok, mint a Jordan Peterson, de meglátjuk. A, ugye a, a másik kettő, ezek valószínűleg kevésbé ismert zenekarok, az Arios Speedwagon, Pláne. Itthon mindenképpen. Itthon, Bárhogy itthon, igen. A Survivor mindenki ismeri, de senki nem tudja, mert az Eye of the Tiger az a, az a világ egyik legismertebb örök, örök dala, de hogyha meg kéne mondani, hogy ki a zenekar, akkor akkor ezerből talán, ha két ember meg tudná mondani. Azóta sem tudott a zenekar akkorát produkálni, közel akkorát sem, bár ugye ez a, ez a hármas Rocky filmnek volt a a zenéje, és is a négyesben megint csináltak egy dalt, a Burning Heart. Az is sláger volt, de nem akkora, mint az Eye of the Tiger. Meg van még egy rakás, nagyon jó daluk, és ott is ugye egy korai korszakról beszélünk, tehát 88-ig a, a Too Hot To Sleep lemezig, ami egyébként már két énekessel történt. Ez a... érdekes, ezt én nem is tudtam, úgy most, amikor egy utána néztem, kicsit jobban a Igen, az énekes. Az Eye of the Tiger után az énekes, Dave Bickler, Bicklernek a hangszálgyulladása lett, és és le kellett őt cserélni Jimmy Jamesonról, aki sajnos szintén nincs már köztünk, de két elképesztően jó énekesről beszélünk, és ott, ott volt a, a Jim Petterick, Frankie Sullivan szerzőpáros, akik. akik Ez érdekes, a zenetörténetben vannak ilyen zseniális szerzőpárosok, akiknél együttműködött nagyon jól a kémia. Benny Anderson, Björn Ulvaeus az abba, hát fantasztikus. John Lennon, Paul McCartney, Beatles, akkor ö, Chin Chapman, akik ugye Smokey, Susie ilyen, Quatro, ilyen. Ilyen, ilyen slágereket írtak. Max Martin, Anders Carlson, ők dolgoztak együtt, meg többen is, de, de nem, ők nem ennyire a, a két ember, de de ez a McCartney, vagy a, a Patrick Sullivan, ez ilyen McCartney-Lennon típusú páros, de valamiért csak a saját zenekarukban teljesedtek ki igazán, tehát az ő dalaik nekik nincsenek. Tom Kelly, Billy Steinberg mondok még egy párost, Madonna, Like a Virgin például ők írták, de az R.E.O. Speedwagon -nek is írtak. Nem kevés dalt. Szóval, hogy hogy ott, itt, itt, itt egy zseniális szerzőpáros, nagyon eltalált egy hangulatot, és, és borzasztó jó dalokat, tehát az, az, első, hát az első két Survivor lemez az ilyen szárnypróbálgatás nem rosszak, a, hármas, a harmadiktól a hatodikig az olyan, hogy elejétől végéig bármelyiket faltól és nincs rossz szám. Mindegyik gigada, gigada tehát, iszonyatosan jó verze, egy olyan bridge után, ami már refrén szintű, és azt hiszed, hogy ennél nem lehet, de, és de a refrénnel még megűberelik. És, és már egy kurva jól is szól. És nagy, és brutálisan jól szólnak azok a lemezek. Aztán hát a zenek ott, 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 ott vége lett a bandának, párszor újjá alakultak, többször is mind a két énekessel, aztán volt olyan, hogy egyszerre a két énekessel turnéztak, az egy nagy, nagy dolog volt, de sajnos aztán Jimmy Jameson meghalt, úgyhogy igazából a Survivor az így, így nem, sosem tudta akkorává nőni magát, mint amekkorává szerintem kellett volna. A, az Arios Speedwagon pedig a leg régebben működő ezek közül. Nekik tényleg 71-ben jött ki a, az Igen. első lemezük. A nagy kedvencem közül ennél régebbi csak a Chicago, hát már nem fért bele az ötbe, ott 69-ben jött ki az első, az ugye ott még ilyen nagyon fúvós jazz orientált, és ők is így 80... milyen barom sok lemez van az, hát, most meglepődtem, hogy... És ugye ők szám, számokkal jelölték végig, tehát ott azt ne lehet követni, és azért ott is volt egy ilyen 80-tól 90-ig egy fú, tehát az, 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 itt kéne lennie az ötben, csak nem fér bele. Az, az, is óriási. Ugye az Arios amikor ők, ők, a legrégebbiek, hogy a 67-es alakulású a zenekar, és én tök megdöbbentem alatt, hogy 67-től napjainkig nem volt szünet. Tehát, hogy ők végig aktív élő zenekar voltak. De... Nyilván, nyilván volt, volt a kevésbé sikeres, meg nagyassága. A 90-es évek az mindenkinek egy, egy, egy sötét korszak volt, és azért nekik is ott, ott volt egy megakadás. Volt egy lemezük a 90-es években. Érdekes egyébként, hogy ezek a régi nagy zenekarok egy-két kivételtől eltekintve, szerintem, én nem tudom, kiégtek, elfogyott az ötlet, a lendület, koncerteznek rengeteget, és ebből élnek, mm. de nem nagyon csinálnak lemezeket. Tehát az Arionak volt a, a Building the Bridge talán 96-ban, és aztán a, a csináltak valamikor kb. tíz évvel később egy, megint egy lemez, most érzen, ilyenkor tudod, nagyon gyorsan akkor nem Persze. is a, a az egy egészen jó lemez volt, és azóta nincs. Talán egy karácsonyi lemez volt azóta, nem vagy hát valami az, az, az es, mindig mi? a megúszás, az, az, az a, megúszás kategória, hogy lemez, karácsonyi lemez csinálni. A, ugye van kivétel, a Totó is aktív még, már hogy csinálnak, pár azért keveset, de most nem olyan rég megint jött ki egy Totó lemez. A Journey aktív. Csak ott ugye az kellett hozzá, hogy a, hogy ott ugye Steve Perry távozása után, sőt 86-ban fel is oszlottak, és 96-ban alakultak újjá, még akkor Steve Perryvel egy szintén akkor sikeres visszatérő lemezre. aztán Perry megint kiszállt, ő ott nála ilyen csípő probléma, nem bírta a koncertezést, és sokáig egy Steve Ogieri nevű egyébként nagyszerű énekes, de közelében nem tudott. Tehát karizmában, szimpadi jelenségben meg nem tudta közelíteni Steve Perryt, úgyhogy így el, hogy ilyen takaréklángon elműködgetett a, a zenekar, aztán Ogierinek is valami hang problémája lett, és akkor próbálkoztak, kerestek, és ott ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy borzasztó kedves emberi sztori, és a, a maga bulvársága, a hihetetlensége mellett tök igaz, hogy a Fülöp szigeteken, Manilában volt egy The Zoo nevű banda, akik ilyen tipikusan klasszikus 80-as évek, Toto, Survivor, Mr. Mister ilyeneket játszottak, és föltették a YouTube-ra, elég jól nyomták egyébként, fölrakták a YouTube-ra, és ott nyilván volt valami e-mail cím a videó alatt, hogy ha akarod, hogy fellépjünk a manilai klubodban 30 embernek, akkor ide írjál, és a Nilsan meglátta a YouTube-on, ezt elküldték neki, hogy nézd már, itt ez a csávó pont úgy énekel, mint a Steve Perry, hogy tökéletesen hozza, és megnézte, azt mondja, tényleg, és írt neki egy e-mailt, bizonyos Arnel Pineda volt az énekes, hogy, hogy hát Nilsson vagyok a Journey gitárus, és mit szólnál, hogyha, ha tart, tennénk egy próbát veled. Igen, akkor, -e akkor, akkor a Szotót, Akkor a Szotódval volt egy rövid prób, jó, hát akkor nagyon, nagyon képbe vagy, úgy most hogy ilyen részletekkel mennyire, mennyire menjünk bele, hogy a nézőket érdekli. Jeff Scott Szotó, aki egyébként egy kiváló énekes, és ő is egy ilyen meg, meg nem érdemelten, soha nem jutott arra a szintre, ahol neki ott lenne a helye a, Sajnos, a, a kvalitásaiból eredően. És a nagy dobása lehetett volna, hogy ő lesz a Journey énekese szerintem az ego, az ő egója, meg a Nilsson egója az nem, nem kompatibilisek, meg ő mondjuk két fejjel magasabb is Sannál, aki nem szereti, hogyha magasabbak nála, úgyhogy nem működött a szotós journey, és akkor ráírt Arnel Pinelára, aki, aki azt hitt, hogy valamelyik haverja szórakozik vele, és nem is válaszolt, és még egyszer ráírt a Sann, hogy ez tök komoly, hogy ők szeretnének egy egy meghallgatást, és nem hitte el, hogy hogy menne ő Amerikába, az nincs neki pénz, elküldték neki a repjegyet, mindent, és elment. És meghallgatták, és azóta ő a Journey-nek, és egy Fülöp szigeteki fószer, volt szerencsém élőben, lát. sajnos Steve Perryvel nem, de Arnel Pineda-val láttam élőben a Journey-t, fantasztikus, tényleg nagyon. Nagyon jó a csávó, Csire. és ők csinálnak is lemezeket. Ha nem is, úgy, mint régen, egy-két-három évente, de olyan öt évente azért kijön egy gyógy. Köszönöm két nagy meg egy LP készült az Kint a sráca, és például az utolsó lemez, oké, okay, nem lett annyira jó, mint mondjuk az előző, meg ugye általában ugye a Journey ezek szoktak, de ezen is van három, egy annyira baszott nagy nóta. Hát a, a, a Resonate az szerintem az egyik legjobb, minden egyik legjobb Journey nótája erről a Arrival Igen. albumról, és a Neil Sean is azt mondta, hogy neki az egyik nagy ez, ez egy, ugye az egy annyira egyszerre progresszív és populáris dal, bizborzasztó borzasztó mélységekkel iszonyú jól is szól, hogy, hogy azt egy... egy Whitefülübb zene iránt nagyon fogékony, de a dallamokat szerető ember szerintem az Resonated et meghallja, és volt olyan ismerősöm, aki, aki semmi fajta előismerete tud a Journey-vel kapcsolatban, nem volt egy, egy nem titok egy csajról beszélünk, és soha nem is hallottam, és, és megőrült, hogy ez, hogy ez mennyire jó. Az egész album, de hát ez a, a, a resonate is. Szóval ott, op, az, ott, valamit nagyon eltaláltak, de tényleg az nem lett sikeres, mert az egy ilyen komorabb, kevésbé, Igen. egyel kevésbé fogyasztható, nagyon-nagyon jó lemez. És azon mosolyogtam előbb magamban, hogy ugye itt beszélgetünk a journey meg az Ario speed dolgul, és volt a Ráko Fézzi című film, nem tudom, azt látta be. Óriási. És ugye ott a, a Blu-ray van egy ilyen, tudom, 15 perces dokumentumfilm, ahol kifejezetten el a dallamról, Kaorérá-ról beszélgetnek, és ott mondja a Journey, és Peri, meg ugye a arról a énekes, hogy azt mondja, hogy lehet egyébként, hogy sokan így nem tudják a névről, hogy mi kik vagyunk, de mindenki dúdolja a dalinkat. Így... hát a Keep on Loving you is olyan, hogy azt is, hogy mindenki hallotta már. Még azt talán szerintem még Magyarországon is. Igen, meg a Don't Stabili, mint meg a ma hát azt, azt igen, azt, annak ugye sok, sok, hogy mondjam, annak új, az új életre lehelte, amikor a Glee-ben elénekelték, de abból csinált a, a Swedish House Mafia, egy, egy, ilyen house átdolgozást, ami nem is lett rossz egyébként. Nem, bocsánat, remixet, csinál, remixet csináltam. Tök érdekes, hogy ugye ezek a, a zenék, ahogy így beszéltek is előbb, hogy lehet, hogy Magyarországon nem annyira ismertek, és mégis kint meg mondjuk mekkora tömegeket mozgatnak meg. Hát az egy külön szociológiai jogfejtés lenne, hogy miért nem olyan ezek ismertek Magyarországon, szerintem ebbe azért nem menjünk bele, mert akkor négy órás lesz a Persze, de csak így egy, egy dolog, hogy most én itt ugyan listán nem szerepel itt, de lemerném fogadni egy nagy összegbe, hogy a Foreignert is. Az lenne a hetedik, a és, Chicago a hatodik. És ugye emlékszem, amikor meghirdették a Foreigner koncertot az MTK pályára. És, itt, és aztán el is maradt. Igen, mondtam, hogy nagyon meglepődnék rajta, hogy ez a koncert létrejönne, az de aztán igen, ugye sajnos... Történetesen tudom is a történetét, hogy Hegedűs László valamiért neki tetszett, és azt gondolta, hogy nagyon akkor ez legyen itt Magyarországon, és mondták neki, hogy figyelj, esélytelen. De, de próbáljuk nem is mentek a gyerek, és akkor le is fújták. De még a Stix is ott lenne, és Londonban egy olyan koncertet láttam, hogy Stix Foreigner Journey, amivel a stix sajnos nem maradtam, de ennyire nem rúcsás a helyzet, úgy, ahogy van a shopping miatt nem sikerült odaérni, de a Forinert is, a Journey-t azt láttam. De már a Forinert is ugye Kelly hansen Igen. nem pedig Lou Kelly Hansen is egy nagyon jó énekes, tökéletesen hozza a Lou a dalokat a technikailag, de ő nem akkor. Igen, ott is a, a karizmában hiányzik. míg Arnel bár tök más, mint Steve Perry, hát egy fülöpszéketek de neki megvan az a, igen. az a fajta rockstar karizmája. Kelly Hansenből egyel, egyel, ez hiányzik, ettől még kiválóan színpadon is nagyon jó lenne. Örökén ma jobban szerettem őt, a Foreigner. E, t mert... mert az ott egy kicsit ön azon Igen, 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 másabb is egy picit. Igen, másabb is, valóban. És akit ugrunk egyet, majd nyilván tudnánk napestig ragozni szerintem ezt a öt zenekart, meg a boston még boston már a műfaj nagy klasszikusairól beszélünk, akkor még ők ott vannak. Igen. Top 5 dal. Hozta top 5 dalt nekünk, és itt ugye kapásból indul egy olyan hogy egy cutting crew dal, amire mondtam neked, hogy így címről nem tudtam, hogy melyik az, majd mikor tudtam, tíz másodperc nem kellett, hogy tudjam, hogy jahat hát persze. Hát ez, ez, még olyanabb, mint az, az Eye of the Tiger, vagy mint a Keep on Loving You, Are Your Speedwagon, Igen. hogy ezt mindenki hallotta, de senki nem tudja, hogy mi az a zenekar, hogy ki az a zenekar, akik játszák. És ez egy 86-ban készült, 86-os lemezen jelent, meg 87-ben lett óriási sláger, akkor vezette is az amerikai listát. És ugye az énekesük Nick Venid, Leslie Mandoki zenekorának egyik, most már hosszú évek óta oszlopos tagja, úgyhogy most, amikor néhány héttel ezelőtt itt voltak, akkor és kértek, hogy csináljak egy rövid riportot Leslie Mandokival, akit nagyon kedvelek, meg sokszor beszélgettem vele, de azt mondtam, hogy na, akkor most végre a nikvenit és és akarok, úgyhogy sikerült is vele egy ilyen rövid beszélgetés, és megmutattam neki a, a, a Cutting Crew album gyűjteményemet, amiben a legbüszkébb egy, egy 86-os ilyen full kalóz, a King Biscuit Flower Hour, tehát ez egy rádió műsort, ahol ők voltak a vendégek, vala, fölvették és kiadták ilyen promóba, mit tudom én, szerintem száz példányba, mm -hmm. white, white, Label és ez megvan nekem, és így nézett egy nagyot, hogy húha, és aztán meg amikor mondta, hogy a Compus Mentus a harmadik lemez csináltak még azt hiszem két vagy három újat, akkor én néztem ilyen nagyot, és kicsit elszégyeltem <laughs> magam, hogy azért erről illene tudnom, és, de már annyira nem követem sajnos. De hát itt a, ez, ez a dal, ez tényleg szerintem ez a ez nem úgy top 5-ös, de ne, nehéz, nehéz, lenne a, a top 5-ben is egy rangsor, de ez a, ez a világ egyik legjobb. Leg, legjobban sikerült, nem csak míves, populáris, de az a szövegvilága és olyan, olyan szinten magával ragadó, hogy... És nem gicses. És, és egyáltalán nem. Nem, nem gicses, nem nyálos. De, de mégsem, mégsem, túl komor, ez, egy, ez úgy el van találva, hogy... Szóval van egy John Parr Saint Thomas Fire. Ezt, ez is egy borzasztó jó dal, most ezt mindegyikre ezt fogom mondani. Hát van Nyilván itt. A, a, korszak az, az, tök ugyanaz, a Saint Thomas Fire az meg 85-ös, a hasonló című filmnek a, a, zenéje. És ez mind a mellett, hogy iszonyú jó a dal, ez is nekem egy kicsit ilyen, ilyen amerika nosztalgia, mert ugye egy, a, a film az -e arról egy, egy high schoolról, egy gimiről szól, amelyik leég és hát tényleg a, a, klip hangulata, meg az egész, így az amerikai, akkori amerikai iskolát juttatja eszembe, ahol nem titok, szerettem ott iskolába járni, és abszolút visszahozna nekem ez, ez, azokat a gyerekkori érzéseket. Tehát ez, ebben, ebben szintén van egy ilyen szentimentális megközelítés. Mondom minden mellett, hogy ez is egy a műfaj egyik kiemelkedő darabja. A következőt előbb említetted már az ennek Az pont az, az, igen. igen. az a suli buli. Igen. Johnny Hates Jazz, I don't beat Hero. I don't want to be here. Ez, na, itt, a, itt egy ilyen, ez már egy kicsit kilóg, azért mondtam, hogy, én, hogy én nagyon sok műfajt kedvelek, hát azóta meg pláne, hogy az Iron maiden is megkedveltem, de mondom vicces módon még az előbb említett Swedish, az nem bocsánat, az nem Swedish House Mafia, az Axel Ingrosso, a, a Something New, ez egy sláger de gigadalla most, tehát olyan, olyan énekdallam van abban, és azt is nagyon szeretem, de a, de a magyar mulatósban is megtalálom a, a, a megfelelő értéket, és hát a country roll már előbb beszéltünk, igen. de most mondanám hogy a Steel Panther, de az valójában a 80-as éveket hozza vissza. Persze, mai kapösben, abszolút, De ott van az Avenged Sevenfold, a System of a Down, hogy ilyen ismertebbeket mondjak, de hát sok-sok picit kevésbé ismert zenekar is. Szóval én azóta eléggé minden lettem, de, a, mint mondtam, a főcsapás, a fő, csapás, a fő amit a mai napig használom, na, akkor most, ha valamit hallgatok, akkor a legtöbbször ilyen klasszik 80-as éveket. A Johnny Hate Jazz is klasszik 80-as évek, de az popzenet, az egyértelműen, az, az nem rock, de szerintem, ha létezik, a tökéletes példája a, a csúcsminőségű popzenének, az a Johnny Hate Jazz. Az egész első lemez, Shadow Dreams, Heart of Gold, uh, Turn Back the Clock, amit aztán a kozó kicsit megszégyenített <laughs> feldolgozásával, de az egy, az egy fantasztikus pop, pop lemez. Tehát ennyire jó popzenét csinálni, azt gondolja az ember, hogy, hogy nem is lehet. Mert akkor az már rockzene, hogyha annyira jó, akkor már, akkor már, akkor már erős, valami torzított gitárnak. Nem. De tökéletes minőségű, kiváló popzene és hát ez, ez, a, ez, a, dal. Ezt, ezt pont abban a londoni tartózkodásom során, 87-ben, ha este hallgattam a rádiót, és, és valami, nem tudom, pop műsor volt, és akkor Johnny Hale jazz, és, és, akkor ment le először, és így fú. wow! meghallottam, és az, 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 azóta is. És azt mondja, van egy Ario Speed a végén, a That Love. Igen, az ott, ugye az nem a legnagyobb slágerük, de nagy nagy koncertkedvenc sajnos, amikor láttam őket élőben Londonban, el pont lemaradtam, mert az csak a második felén is sikerült odaérni. De, de ennek is a, itt, a hangulata, kicsit a szövegvilága és a klipje, az, az, is nekem annyira, ez 87-es már, tehát egy kis, ez annyira a 80-as évek Amerikáját idézi, amitől én nehezen szakadok el, bár már régeség nem létezik, tehát sem a 80-as évek, sem Amerika, az már itt egész más világot élünk. De, de, itt a, meg hát maga a dal is, a, valahogy, ahogy, ahogy, felépül, és ahogy Kevin Cranin énekel, iszonyatosan jó. Hát abszolút, abszolút csak egyetérteni tudok ezzel. Top 5 könyv Na, a, a, következő kategóriában viszont határozottan vannak meglepő dolgok nekem. Ez a top 5 könyv, ami kapásból úgy indul, hogy Isaac a alapítványes föld. Hm. Az, hogy raktál bele az nem meglepő, hogy a több is lesz benne, de hogy ugye ez az alapítvány sorozat, hogy, hogy nem, nem, a, klasszikus trilógia. Igen igen, igen igen, 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 Hát ha úgy veszük, ez, ez kronológiailag az záró kötete, ha úgy nézzük, hogy mely, mi, hogyan írta, akkor nem, mert az alapítvány perem, nem bocsánat, az alapítvány perem ezért az alapítvány előtt, és a feltámad az alapítvány, az később írta, igen. de azok mind az klasszikus trilógia előtt játszódnak. Tehát nyilván, amikor elkészült a, a későbbi művek, akkor villanykor te gyulladt a fejében, hogy hát azért az előzményeket is érdemes lenne megírni, hogy hogy alakult ki Harry Seldon, hogyan, alak, hogyan hozta létre a pszichohistória tudományát, milyen, és ez egyébként zseniális, ahogy, ahogy, az ő kalandos élete a, a trantoron az mutatja meg, hogy abból, hogy talál ki egy egy, egy új tudományt, és az érdekes, hogy megnézem, az ember tényleg, hogyha az emberek van egy -e kalandos élete, abból mi minden születhet. Ugye a, a, trilógia az a világirodalom egyik legnagyobb klasszikusa a mai napig, és elképesztő, hogy, hogy milyen szinten jósol meg benne olyan dolgokat, amik ma megtörténnek, vagy, vagy olyan, olyan filozófiai, pszichológiai veszmefuttatások vannak benne, amiket szintén látunk magunk előtt, hogy, hogy mennyire valóra válnak. De nekem az alapítvány és a Föld a, leg, a legerősebb ilyen szempontból. Egyrészt talán az a legizgalmasabb, mozgalmasabb, mert ott ugye az arról szól, hogy keresik a Földbolygót, Igen. és a Golan-treviz. Már az alapítvány pereme az arról szól, hogy elindulnak a, a terminusról megkeresni a, a Földet, és akkor az alapítvány és Földben végül is meg is találják. És ugye azt hiszem 20 ezer év múlva játszódik, tehát a történelem homályba vész, hogy egyáltalán létezette a földbolygó, vagy ez csak egy legenda, meg hogy hol van. És ahogy, ahogy egyre közelednek, és ugye megtalálják azokat az űrjáró bolygókat, amelyek ahova először ö, rajzott ki az emberiség a Földről 20 ezer évvel korábban, és mindegyik bolygóról kiderül, hogy zsákutca volt, ugye megtalálják először az aurórát, ahol, ahol azt hiszem az volt az, ahol buja burjánzó növényzet, de nincs ember, mert meghaltak az emberek, megtalálják a melpoméniát, ahol, ahol, lát, ahol ugye a civilizáció nyomai látszanak, de úgy tűnik, hogy teljesen halott a, a bolygó, míg nem, amikor visszatérnek az űrhajóba, akkor majdnem meghalnak, mert kiderül, valami mikroorganizmusok, mérgező vírusok, ilyesmi, és alig tudják kiírtani, most minden részlete nem emlékszem, elég régen olvastam utoljára, többször is olvastam ezeket, érdemes újra elolvasni időnként, na majd most megint. és ugye megtalálják a szoláriát, és nekem ez a legzseniálisabb. A szolária az a bolygó, ahol még élnek emberek. Egy, mit tudom én, nagyjából föld nagyságú bolygón, azt hiszem 20 ezer ember él, akiknek hát ilyen gargantuális birtokaik vannak, de annyira gyűlölik egymást a, 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 kontaktust az emberek, hogy nem is, nem is találkoznak, csak évente egyszer ilyen holó vízión keresztül összeül egy ilyen valami fajta tanács, mégiscsak meg kell beszélni egy-két olyan technikai dolgot, hogy, hogy, a civilizációjuk fennmaradjon, és ezért, de szigorúan mondom, csak ilyen oda, oda vetítve, tehát nem érintkeznek. Robotok működtetnek mindent, tehát egy embernek van, nem tudom, több ezer, vagy még több robotja, azok csinálnak mindent, beleértve a gyerekekről való gondoskodást is. És a gyerekek pedig úgy születnek, hogy mindenki hermafrodita. Tehát még ott sincs szükség más emberrel való érintkezés, hanem önmegtermékenyítés során létrehoz mindenki egy darab utódot csak azért, hogy a birtokot valaki örökölje, és ne hagyjanak ki. De egyébként nincs se szexuális együttlét élmény, sem gyerekkel való bármifajta Érzelmi, intellektuális semmilyen kapcsolat, nem is foglalkozik vele, a robotok nevelik, és akkor néha, amikor muszáj, mit tudom én, amikor még meg kell szoptatni talán, de lehet, hogy már azt se kell, mert azt is a robotok megoldják. Szóval ott is gyakorlatilag nincs kontaktus a szülő és a gyerek között. És hogy hát ez ma, mai fejjel meg pláne, hogy az a, a elidegenülés csak képernyőn keresztül érintkezünk, Igen. hermafroditizmus, vagy hát a szexuális szerepeknek a, a teljes el, eltorzulása, hát itt, ez mind itt van ma velünk. És ezt Asimov 86-ban írta talán az alapítvány és a földet, tehát 37 évvel ezelőtt tökéletesen megjósolta. És eleve ez az egész, hogy az űrjárók, tehát ugye az, ők voltak a, a, menők, a két, két méter magas, makkegészséges, nem dolgozom, mert mindent robotot csinálnak. Csak a kultúrának, a, a magas művészeteknek hódolok, hát a liberális elitről beszélünk, akik aztán persze ők, ők kolonizáltak 200 bolygót, a, a pornépet, az úgynevezett telepeseket nem engedték, nekik a földön kellett maradniuk, és az űrjáró bolygók mind becsődöltek, és aztán a, ezek a, hát nem olyan tökéletes, kicsit beteges, kicsit izé, telepesek aztán, évtizedekkel, századokkal később ők maguk is kirajzott, kirajzottak, és kolonizálták a világűrt. Tehát, hogy, a egyszerű, hétköznapi, kétkezi munkát is végezni képes ember, az sokkal életképesebb, mint a, a az önmaga tökéletességét, mert nagyon hívő euh, elit. És ez, ez, is egy egyrészt nagyon szimpatikus gondolat is, másfelől meg, hát ez is egy elég, elég valós megállapítás, vagy jóslat inkább. Részéről. Az alapítványról készült sorozatot megnézted? Nem. Nem, nagyon régen Régóta, mert nagyon régóta beszélnek róla, hogy lesz, és, és mindig vártam, és aztán, mire ez ténylegesen elkészült, elvesztettem az érdeklődésemet igazából. És azt gondolom, hogy amiket hallottam róla, talán nem is alaptalanul, mert hogy nem, is néztem, nem mert. állítólag azért nem, nyilván valamennyire követi az eredeti, hiszen tényleg arról szól. De hogy már egy kis vókizmus is van benne, és onnantól, tehát én már moziba évek óta nem voltam, mert egyszerűen nem vagyok kíváncsi arra, hogy minden filmben a agyamat akarják átmosni. Sunyi módon persze, hogy érzékenyíteni vagy az LMBTQ, vagy a sokszínűség etnikai diverzitás ilyenek. Nincs ezzel baj, tehát az ember sok mindent elfogad, és, és azt mondja, hogy léteznek a miénktől egyébként eltérő kultúrák, vagy gondolatvilágok, vagy akár szexuális orientációk is, de oké, okay, hogy tolerálhatunk bizonyos dolgokat, de ugye itt nem erről van szó, hogy itt állandóan indoktrinálni akarnak minket, hogy ez az egyetlen helyes, és ha te nem ezt gondolod, akkor fasiszta vagy, meg stb. 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 Most ezért én már nem nem vagyok nem, nem kíváncsi semmilyen eh, filmre, vagy egy sorozat, egyéb produktumra, ami a, a hollywoodi gyárból jön ki. Most ugye hallott, hallani ilyen, vannak ilyen filmek, mint a a, 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 szabadság hangja, a vízelféle, ami egy egészen más irányból jött a gyerekkereskedő. Ezt például meg akarom nézni. Vagy volt az Unplanned, ami egy abortus, egy korábbi abortus aktivista igaz történetén alapul, aki a leg miután mégiscsak megszülött, meg, meg kellett tartani a gyereket, rájött, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, pedig nem tervezték, és egy abszolút egy ilyen életpárti film készült, az is pár év elég nagy siker volt Amerikában. Szóval né néha van valami, ami <laughs> úgy felkelti az érdeklődésemet, de valahogy az alapítvány sorozatra van. Nem, nem mertem, mert félek, hogy egy kicsit csalódok, hogy hát azt, ezt a nagyszerű gondolatot, a gondolatvilágot, amit a Asimov akkor létrehozott, ezt, ezt egy ilyen, ilyen, egyrészt sekélyes, más, másrészt pedig ideologizált valamivel. Te lehet, hogy majd adok neki egy esélyt. Aztán hoztam még egy szifit, hogy ez a Kim Stanley Robinson Mars trilógiája. Ugye te meg is lepett, trilógia, mert ugye csak az első részen meg magyarul, de aztán rájöttem, hogy gondolom, hogy nem magyarul olvastál a többit. Így van. Ugye? Ja, én, nem, Így én nem olvasok angolul könyveket, tehát ezért volt nekem a az ez Vörös meg Mars megjelent de... magyarul, nem, nyilván semmi reklámot nem kapott, nem volt ilyen, ilyen kultusza sem, úgyhogy a kéket és a zöldet, nem a zöld volt előbb és utána a kék, Ezeket már nyilván nem adták ki itthon, mert biztos, hogy bukta volt a, a vörös, miközben Amerikában, vagy hát világszerte, angolszáz világban ez egy nagyon sikeres trilógia volt. A, a vörös volt a legsikeresebb, az ugye Hugo, meg Nebula díjat is kapott, ugye a legmagasabb ilyen skifi díjak, de hát nyilván az ember elolvasta a vöröset, akkor utána adta magát, hogy olvassa a többi, azok is nagyon jók, tehát nincs érezhető minőségbeli különbség, és főleg a, a történet úgy lesz, és ahogy Asimov elképesztő vizionáriusnak bizonyult, úgy, úgy Robinson is. Picit később, ugye a 90-es években írta ezeket, de ő, ami, ami a legesleg durvább ilyen, ilyen előrejelzés, ami nála megjelenik, és erről szintén szoktam írni, beszélni azért politikai vonatkozásokban is, hogy, hogy ő tökéletesen meg, megjósolta azt, hogy ahogy a az ilyen hatalmas nemzetközi, vagy már nemzetek felett álló cégek átveszik az uralmat a világ fölött. Jó, ő az egészet nem, mert a Földön veszik át, nem a Marson, de ő az egészet egy ilyen Föld-Mars közlelem háttér sztoriba ágyazta, aminek egy nagyon lényeges eleme, hogy mi történik a Földön, és az, hogy ezek, a, ezek az óriás cégek, nyilván ők finanszírozzák először a Mars kutatást, meg a Mars utazásokat is, de aztán hogyan fordulnak szembe a mars telepesek, és aztán az ott létrejövő kolónia hogyan fordul szembe a, a, a Földdel, de a Földön a, a, a gigacégek vezetői között van egy valaki, aki egy, egy sokkal normálisabb gondolkodást képvisel. Robinson egyébként egy, ő egy nagyon baloldali, jó értelemben vett, be, tehát ilyen hagyományos szociáldemokrata, nagyon erős környezetvédő, nyilván vannak túlkapásai, de ő de ő, hogy ő ma azt rá, hogy egy baloldali szuverenista, mint Siffer András, aki, aki hisz a, a kollektív tulajdonban a, 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 a proletariátus fegyveres harcában nem is, de abban, hogy a munkavállalóknak joga van a tőkésekkel szemben az érdekérvényesítés, amivel abszolút egyetértünk, csak van ennek egy bal, meg van egy jobb oldali megközött. És Robinson mm. ő nagyon balos, de ma már azt látjuk egyébként, hogy ezek összeérnek, mert hogy a, aki jobb balról kritizálja a globalizmust, az majdnem mindenben ugyanazt mondja, mint aki jobbról, és már a bal oldal is az, és, és rájött, hogy erre az egyetlen létező vagy lehetséges ellenszer a globál cégek nyomlásával szemben az a nemzetállamok megerősítés. Az az utolsó védvonal, amely képes lehet arra, hogy a, a minden gátlástól megfosztott és minden korláttól megfosztott gigantikus cégek teljesen az embereket a, egyrészt fogyasztó robottá, másrészt önálló akarattal nem rendelkező ilyen a semmiben élő lények kiváltoztassák, és önmaguk pedig ugye tovább egyszerűen csak nőjenek és gazdagodjanak, és hogy valami fajta szabályozást csak és kizárólag a nemzetállamok szintjén lehet ezekkel szemben érvényesíteni. És mondom, a már a bal és a jobb oldali szuverenisták ugyanezt mondják, szinte árnyalatnyi különbségek vannak, de Robinson a 90-es években, ez tökéletesen megjósolta, hogy a a, a, a transnacionális cégekből, először a multi, aztán transz, amik, ahol a förös most kezdődik, ott már transznacionálisnak hívják, tehát már, a, már nem csak több országban vannak jelen, hanem, hanem gyakorlatilag li, margi, é, hogy mondjam, jelentőségtelenné vált, elvesztette a jelentőségét, hogy melyik országból jönnek, mert minden országtól ők függetlenek, és aztán már átváltotnak meta amikor már már országokon túl mutatóak, tehát már már olyanná válnak, sőt, olyan nabbá válnak, mint egy ország, tehát magyarul ők hozzák a törvényeket. Nem a, nem a nemzetek, államokban születnek a törvények, ez a cég alkalmazkodik, hanem a cég dönti el, hogy mi, tör, mi fog történni a világban. És hopp, megint csak ugyanaz, úgy ezt látjuk, pontosan ez történik. Tehát ő ezt, ő ezt fantasztikusan megjósolta, de ott is olyan, olyan pszichológiai, szociológiai ilyen, ilyen interakciók, ábrázolások vannak, lenyű, lebilincselő és lenyűgöző, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire, sokrétű, mennyire izgalmas. Amellett, hogy van egy nagyon jó magával ragadó sztori is végig a regényben, és az ember azért mégiscsak kíváncsi, hogy hogyan teszik lakhatóvá a marsot. Na, jön az első nagy meglepetés a könyveknél, ez a Boris Fian Venyigeszú és Plankton című regénye. Ha, a további, továbbiakat is majd végignézzük, akkor már talán azért nem lesz annyira meglepetés, Igen. mert kétféle regény van, kifi Igen. vagy Poén. Igen. És a, 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 Poénok is azért azok, ilyen, ezek ilyen vagány, vagány, hol helyenként abszurd, helyenként kis obszén és profán, de mindenképpen formabontó vígjáték, regény, nem tudom, létezik-e ilyen. Ugye Boris Vian a, ezt azt hiszem a 20-as években 1920-as években élt és írta, hogy az ő talán leghíresebb regénye az meg a Pekingi ősz, vagy a Öljünk meg minden rohadékot. Én mindent olvastam tőle, amit, amit, csak lehetett, és mindegyikben vannak poénok, mindegyikben vannak abszurditások, mindegyikben vannak komolyabb elgondolkodtató elemek. Talán a Venyigeszkúban az utóbbiból a legkevésbé, de azért van, mert van egy középső rész, ami a a vállalati bürokráciát írja le, egyébként szintén nagyon viccesen, de de ugyanakkor komolyan is, és az egész be van é é ékelve két buli közé. Tehát az elej is, egy regény elej is egy buli, aztán van ez a vállalati bürokráciás, és aztán a végén megint, megint van egy buli, tehát a katarz is ott, ott van a, a buliban. Egész egyszerűen sírtam a röhögéstől, amikor a, 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 az egészen végig, tehát a, a baszobák elhelyezésétől kezdve, a, amikor el, elviszi a a csávót, illetve megkéri, hogy vigye már el a vadonatúj sportkocsiába, aki ugye nagyon büszke rá, a kis loser gyerek, hogy milyen drága sportkocsi és akkor megkéri, hogy, hogy menjenek már el egy körre, és akkor az imponál a kis hülye gyereknek, hogy a tökmenő házigazda beül az ő kocsiába, és megmutathatja neki, hogy mennyire vagány, és akkor elmennek, és akkor addig itatja valami sörrel, amíg a csávónak húgyozni kell, ő meg beül a kocsiába, és elhajt vele. De ez az, egész, ahogy le van írva, és tehát annyira, annyira C cinikus, euh, frappáns, nem euh, baromi jó. Ja, meg hogy a... hogy kell a házigazda nőjét lecsapni <laughs> a kezéről. De, de ha nem így. sikerül, akkor nincs más megoldás, mint meglesni őket baszás közben. A többet nem tehetünk. <laughs> Igen, de hát jól figyelme, eleve amúgy a, a regény ugye ez a hogy a, egyfelől egy erkölcslen házi története, másfelől az agyilag fogyatékos bürokraták hivatali hétköznapjait ábrázolja. Abszolút. Engem, engem, itt megvett. És a következő pedig Philip a Portnoy Kor című könyve, amiről nem is hallottam eddig. Pedig azért nagyon, az nagy klasszik. És mikor elkezdtem utána olvasni, akkor rájöttem, hogy hallottam, csak nem innen, hanem ugye a, azért Woody Allen elég hát innen. Woody Allen, Philip Igen hogy mondjam, belőle merítette az isletet, és bevallott a nagy kedvence. ez egy, ez, egy, ez egy brooklyni zsidó, azt mondom brooklyni, de egy, 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 zsidó gyerekről szól, akinek mindenféle problémái vannak a, az életben, egyrészt a szüleivel, való terhelt viszont, a másrészt az, hogy egyszerűen olyan, olyan szexuális túlfűtöttség van benne, hogy, hogy nem bír magával. És állandóan vagy meg kell kúrnia minden csajt, vagy ha szép nem, akkor a farkát kell kivernie. És akkor ilyen egészen abszurd helyzetek vannak, hogy, hogy bemegy a, a fürd ebéd közben föláll az asztaltól, elmegy faszt verni, és az anyja, aki állandóan azon rettek, hogy, hogy milyen a, a székletem, hogy nehogy hasmenése legyen szegény gyereknek, mert állandóan róseibni teszik hazafelé az iskolából, amit pedig megtiltott neki, a, és, és elmegy ebéd közben, és azt mondja, hogy, 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 hogy fáj a hasa, ugye vécére kell menni, és akkor elmegy, recskázik a fürdőbe, és akkor az anya persze már dörömből, hogy engedje bemutassa mutassa meg, hogy milyen az székletem mert hogy akarja látni, hogy nincs -e hasmenés. <laughs> tehát ugye ez egy ilyen borzasztó, az a, ugye a, a, a gyerekre rátelepedő minden, minden moment, az minden momentumát figyelőd, békén nem hagyó anya, és akkor mondja, hogy persze, szegény apádnak is mindig, tehát ez is bennem, hogy vagy apád, akinek még mindig szorulása van, óriási, <laughs> és, és akkor ilyen, ilyen 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 típusú, tehát nagyon, hogy mondjam, nagyon jó ö, ilyen társadalom ábrázolás is, tehát ez, ez, ez mind a mellett, hogy egy ilyen nagyon vagány és kőkemény, de ez egy, ez egy, ez egy komoly regényt, nem véletlenül, ez egy nagyon, nagyon híres, meg hát is egy nagyon híres író, tehát egyszerre vannak benne mély és elgondolkodható, egyáltalán nem komikus dolgok, amiket egyébként egy komikus környezet, vagy komikus csomagolásban ábrázol fantasztikusan jól. Amikor kóser, ugye főznek, hiszen egy tradicionális zsidó családról beszélünk, ő maga nyilván a Philip Roth, hát persze. Tehát ő neki ugye szabad, ő, ő, gúnyolja, nem, nyilván nem a zsidóságot gúnyolja, hanem a zsidóságnak ezt a, egy részén belül ezt a, ezt a nem csak a tradíciókhoz ragaszkodó, mert azzal nyilván semmi baj nincsen, de egy, egy önmagából önmagát túllépni nem képes, a generációknak is egyfajta ilyen, ilyen korlátot, frusztrációkat, újra termelő viselkedését, ami, ami számos más társadalmi vagy, vagy etnikai csoport közösségben is létezik. Ő nyilván, mint ennek a képviselője, remekül tudja ezt ábrázolni. És az ember se, se próse, tehát nem, nincs se, tehát hogy mondjam, nincs, nincs, nincs fai, vallási, etnikai kicsengése az egésznek, de mégis zseniálisan ábrázol egy bizonyos társadalmi közeget. Hát van az is, hogy kóserül főznek, és ugye ki kell folyatni a vért a húsból, és akkor arra toppan haza, hogy az anya folyatja a vért a húsból a konyába de éppen hirtelen elkezd menstruálni és összevérzni a konyha követeti. És egészen, egészen szürreális jelenetek vannak benne, amin az emberi annyira meglepő idő, annyira fejbe És már az a portnagykor magorosi szakifejezés. És orvosi szakkifejezés lett, ugye arra, aki egyszer nem bír, nem bír magával, és, és állandóan azt fülkézi, hogy hol, 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 hol talál egy, egy pinát, vagy valami lehetőséget. Ő pedig hozta végére egy uh, François Rebelé, jó? Rebelé, igen. Gargantua és Pentagruel. Pantagruel. Hát azért ez nem egy friss mű. Ez egy 1534-ben írodott könyv. E, igen, de ha azt mondjuk, hogy Philip Roth, Boris Vian, csodálkoznék, ha nem olvastak volna Rebelét, mert ezek a, a, a kicsit, kicsit obszcén, kicsit abszurd, nagyon humoros megnyilvánulások, ezek, ezek rebelétől erednek. Én először Vonnegutnál olvastam rebeléről, meg nem mondom már, hogy melyik művében, ahol, ahol egyébként iroda, az egy, az inkább egy ilyen irodalom elemző könyv, tehát nem, nem egy regény, és ott hosszasan taglalja, hogy, hogy, hogy számára a nagy francia a klasszikusok, nem tudom, Zola, Proust, ezek, ezek nem, nem Neki ezek nem sokat jelentenek, ellenben rebelé Mennyire igen, és mm. aztán egyszer kedvet kaptam, hogy akkor olvassak rebelét, és ugye, a Gargantua, ö, ugye ez két, két mű, a gargantuát nem olvastam, mert a ugye a faludi fordítás, ami, ami Magyarországon ne, nem volt könnyű megszerezni egyébként, mert nálunk nincsen rebelékultus, pedig a világon szinte mind világban is nagyon, nagyon erős. Nálunk néha kiadták, úgyhogy azóta már ilyen régebbi antikvár ö, verziókban megvannak, de először a, a faludi fordítást sikerült megtalálnom, aminek nyilván egy sajátos íztat, hogy faludi fordította, és az ő belevitte a saját kis ö, nem tudom... Ö, trükkjeit, vagy, vagy a saját világát, úgyhogy, úgyhogy az, egy, az, az majdnem annyira faludi, mint, mint Rebelé, és a, a, a Gargantua azt ő írja is, hogy elveszett a kézirat, úgyhogy az nem, az nem tudott végül megjelni, csak a Pantagrül. De hát az is, ugye egy, egy, óriásról beszélünk, egy, aki, aki ilyen mindenféle kalandot él át a, a világban, és, és, egyfolytában zabálnak. Tehát kb. eztől basznak és esznek végig a, a, regényben, de, de, nagyon, de nagyon irodalmian ábrázolja mindezt. Tehát ilyen, azt mondanám, hogy Vionhoz hoz kicsit hasonló. Szerintem nem annyira, nem annyira, hát mondjuk az, hogy, hogy a Vion egy kicsit Roli, ő, tehát ő egy, ő egy, ő egy, nagyon ő egy egyszerű, a nép, a nép, egyszerű gyermekeként, vagy így, vagy legalábbis így, így a, a verseiből ez, ez jön át. A, a, a Pantaglú, vagy Rebele ott pedig Rebelénél inkább, hát ugye ők, 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 ők urak, amellett, hogy óriások, de ők, ők urak, ők, ők arisztokraták, és, és ehhez képest ugye mégis egy ilyen, milyen, milyen kicsapongó életet élnek, és de közben meg tök szerethető az egész. Nagyon szórakoztató. Ha elolvasom majd. Top 5 film Hoztál nekünk 5 darab filmet, ahol ami természetesen ismét egy szifivel indul, de pedig nem más, mint a 2000-re gyűrödős szel. Igen, na ott, itt, itt én is tudnék mondani, hogy ha, ha a kedvenc film, akkor az ez. Ez elég elgondolkodható darab, és most már így, ugye ez a 20. adás, amit felveszünk, most már azért vannak művek, amik így időnként vissza visszatérnek, és tökéletes, mondta az előző adásban volt a 2001 össze, igen, igen, igen. De igen. a film vagy a regény? A film. Uh -huh. És hogy így kezdenek az így kikristályosan, hogy van, mi, mik azok a nagyon alap művek. És hogy ez a pont egy ilyennek. Ilyennek tűnik most már sok emberen keresztül, sok ember által. Igen, hát ugye ott a könyv is nagyon fontos, Arthur C. Clarke klasszikusa, aminek aztán van egy, egy, második, harmadik, még egy negyedik része is, a 2010, amiből még film is készült, aztán a 2051 és a 3051, és mindegyik jó. A, de igazán a film tette nagyjá. És a film, ahogy ugye az előbb is elhangzott, hogy, hogy a magyar fordítás legalább annyira faludi, mint rebelé a film legalább annyira Stanley Kubrick, mint Arthur C. Clark. Még egy kicsit a történeten is módosított Kubrick, főleg a végén. És milyen érdekes, hogy egy lárga meg maga a filmet vette alapul, és nem a regény. Igen, így van. Na, ez ez nagyon érdekes. Ö, amikor először láttam ezt a filmet, akkor szerintem 10-11 éves lehettem. Valamiért már akkor is szerettem a kifit, hát akkor mi volt, akkor csillagok háborúja volt. Meg akkor 12 inkább. Meg hát a fene tudja, mi volt. De nem tudom, valahogy úgy, meg hát kevés film volt a mozikban, ezt láttam, és a nagymamám ott megkértem, hogy vigyen erre. És hát azért tegyük hozzá, nem nagyon értettem. Végignéztük, de a, amikor a, a Dave Bauman ott a, ugye Megy az űrhajóval, és akkor egyszer csak egy ilyen, ilyen, nem tudom, 17. századi középkori lovakteremben fekszik egy ágyon. Nem, nem értettem ezt az egészet, és akkor mégiscsak ott van utána, egyszer csak ő saját magát látja egy ilyen, egy ilyen űrkapszulában, szóval semmit nem értettem belőle, és igazából nagymamám sem nagyon tudott sokat segíteni ebben, hogy vajon itt most mi történetet, mondta, hogy biztos megbolondult, becsavarodott. És aztán Sokat segített egyébként, amikor elolvastam a könyvet, mert a könyv sokkal érthetőbb, mert a, a, a filmnek a végén az, 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 egy, az erősen a, a Kubricknak a víziói, amit hogy aztán valamilyen tudatmódosítószer hatással állítólag nem, tehát azt nem csak ő, de mások is azt hitték, hogy egyáltalán nem, de mindenképpen egy nagyon fantáziadús elme megnyilvánulásai. A könyv ilyen szempontból egyébként érthetőbb, és valószínűleg az segített abban is, hogy a filmet is nem is azt mondom, hogy megértsem, mert nincs mit megérteni rajta. Tehát az, eleje, vagy a, egy, egy, darabig, még ha van is, még ha nehezen is, még nagyon lassú is, de van egy történet. Kicsit csapongok, tehát ugye ez egy, ez egy hosszú film, amiben nem is, szinte nem is számít a történet. Tehát a filmnek a, a, lényege az a, az a látványvilága. És nem, nem feltétlenül a, a trükk látványvilág, hanem inkább az a faj, sőt, pontosítok, tehát a látvány, a hangulatvilága, ami ez a látvány, és a, egyébként a, az audio a zene is, mert ugye a Imigyen szól az Zaratustra. szerepel ebben a filmben, egy nagy zenekari, fantasztikus, és, ahogy, és, 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 akkor megy, amikor megy az űrben valamelyik űrhajó, és a pörög maga körül, és ezt nézed 15 percen keresztül, ahogy egy űrhajó a világűrben megy, de lassan, tehát nem úgy, mint egy Ilyen kifiben, hogy zoom zsum mennek. Nem. Monoton, komótos, pörög, és megy. És te, frankó mondom, 10-15 percig, és közben megy alatta. Ez a, azt hiszem, nem kiírta. Azt nem is az fogom tudni. És, és őz, és nem bírsz fölállni. Tehát néz egyszerűen nem ott, és mondom, mi az a, mi az a, mi, mi nem történik semmi ülsz, hát, és ott ülsz, és azt mondod, jó, de ez, úristen. Ez olyan, amikor azt nyom valaki, hogy apokalipsz, és mostnak az elején én unalmasok, ott pörög csak a ventilátortól a percekig. Hát hasonló, Oké, okay, de nekem az unalmas nem üdeszem a róla. Tehát, nem, így, egyszerűen letaglóz. Igen. De, le, de, nem tudod megmondani, hogy miért. Tehát ezek Pedig megmagyarázhatók. Tök a érdekes, dolgok. hogy én nem, nem uh, voltam Kubrick fan, én mai napig nem is vagyok. És vannak filmek, amit kifejezetten nem szeretek, ugye mint a ragyogást pedig kifejezetten nem szeretem. Én sem vagyok nagy, de a tágra zárt mm. szemekkel is úgy voltam, hogy hát... Egyszer megnéztem, meg de úgy ennyi, igen, Néha. tehát és, és... A mechanikus narancsot azt nem, nem láttam. Az, az mondjuk, az, az nem azt mondom, hogy jó, de az egy nagyon elgondolkodható film. Mondjuk az acélövedéket szeretem, meg van még egy-kettő, amit így, így, így bírok, vagy mondhatjuk azt, hogy kedvelek. De valamiért a 2000 egy már úgy volt, hogy mindenképpen látnom kell, és egyszer egy cimborámmal, gróvvalással beszélgettünk a Kubrick, hogy de higgyem el, hogy jó, oké, neki, neki ültem újra. És akkor valami úton, módon én filmeket gyűjtök, megvettem a spartacus megnéztem, ó, az tök jó, jó, akkor kezem magad, acélövedék, 2001, megvettem őket, és akkor ugye, akkor szerintem már vagy 15 éve nem láttam a 2001-et, és akkor ugye azért tínédzserként nem volt Akkora élmény, hát ezt mondom, igen, 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 igen nem, nem, mint, nem. mint mondjuk, tudod, később mondjuk 30 évesen megnéz, és akkor én is így néztem, hogy azt a kurva, tudod, hogy mindent megértesz, hogy miért ekkora kultuszfény. Igen, van. de már az elején is, ahogy ott a majmok, ugye, rájön, hogy azt igen. fejbe tudja verni a másikat a csonttal, és akkor, hogy gyakorlatilag így, az, így, így váltak. Az, az, a, az, a, az a törzs hirtelen felül tudott a, a többieken kerekedni, és hát nyilván ez a homo sapiens, kifejlődése innen jön, és hogy ez mind ennek ez a monolitnak köszönhető, amelyik megérkezett az űrből, teljesen megmagyarázhatatlan módon, és ugye ez ez megy végig a filmen. És mondom, de az elején azért ott még, mind a mellett, hogy ezek a látványos, borzasztó monoton, de mégis be, beszippantó magával ragadó jelentek a legfontosabbak, azért van valami fajta történet, mégis, hogy mi történik, hogy felfedezik a monolitot, aztán felfedeznek még egyet a Holdon, meg aztán a Jupiternél, és akkor küldenek egy űrhajót, hogy vizsgálja ki, hogy hogy mi van ott. És aztán a, 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 a hál, a robot, a, vagy a, a fedélzeti számítógép, az ugye önálló életre kell, mert ki akarják kapcsolni, mert bizonyos dolgokat korlátoz, és akkor a Bowman kimegy, hogy nem először a társa ugye kimegy, az ott el is száll az űrbe szegény, aztán a Bauman nagy nehezen, de trükkösen vissza tud jutni az űrhajóba, mert hogy kizárta a robot, mert megtudta, szájukról leolvasta, hogy, hogy ki akarják kapcsolni, a, nem a robot a fedélzeti számítógép. Tehát ott még van egy történet, amit úgy értesz, hogy mi történik, és aztán amikor mindez, mindez, megtörtént, és a Bauman újra ott van az űrhajóban, akkor ugye fogja magát, és beül a kapszulába, és elindul a vakvilágba elvileg, és akkor ott tényleg ilyen, ilyen víziók jönnek, mint egy ilyen szembe, meg, meg sok minden, és aztán ugye bekerül, egyszer csak ott látjuk ebben a, a, a szobában, szóval nem, 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 igazán érthető, de mégis az ember ott ül, és, és, és valami, 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 születik a, a fejünkben. Hogy mi, azért mondom, hogy a könyv sokat segített, mert, mert nagyon érdekes a könyvben, a könyvben ott azért részletesen leírja a Clark, hogy mit lát a Bauman. Tehát gyakor, ő, gyakorlatilag ő ott ugye, és azért mondom, hogy a könyvben az érthetővé válik, ő egy ő egy csillagkapun megy keresztül, tehát el, el, eljut a világűrnek teljesen más részeibe. És, és, például van egy olyan, hogy lát egy olyan, olyan bolygót, ahol ilyen te, csak, csak és kizárólag síkban létező élőlények, lények, amőba szerű, de, de, ott csak síkban mozognak. És hogy ott, ott van az a kérdés, hogy azon gondolkodik, hogy vajon-e el tudják-e képzelni a harmadik dimenziót. Ezek a lények. Úgyhogy az, amikor időnként ö, ilyen különböző ö, vitatkozni próbáló, de kognitívan nem sok teljesítményújtó balosoknak szoktam mondani, hogy a hangyáknak próbálom magyarázni a harmadik dimenziót, ez valójában Clark-tól és ezt itt, itt találtam, hogy egyszerűen ha valakinek ott van sírban, akkor nem tud neki elmagyarázni, hogy hogy mi az, hogy harmadik dimenzió, és, és mondom, az innen, innen szedtem ezt a, ezt a kis anekdotát, szóval, hogy, hogy ott, ott egy kicsit érthető a regényből, hogy hogy ott mi történik, hogy ő így, így ilyen furcsa világokat lát a más, más galaxisokban. De a film az inkább, mondom, az inkább egy ilyen, egy ilyen hangulat, de az olyan szinten, visz magával, hogy nem, nem lehet fölállni. Tehát azt, azt hiába nem két és fél óra. Igen, nagyon hosszú. Nem hosszú lehet fölállni. És, és nem tudom, hányszor láttam már. És volt, aki fogékony volt rá, és, és végignézte velem. Volt, aki nem annyira. fia nem, tehát kezdem elkutatni ezt a kifejezést a sok logban, meg mindenben, de hogy ez tipikusan egy olyan film, nem való mindenkinek. De aki szereti, azt viszont nem nagyon szereti. Aztán szóval hoztál egyet, hogy a múlt nélküli ember, amit megmondok ösztén hogy nem is hallottam róla, és de úgy kell utána nézzek, ez egy finn film, ha jól láttam. Igen, a, a Karizmaki, aki Karizmaki, ő egy, ő egy nagyon híres finn rendező egyébként. És nem tudom, hogy láttam-e más filmét, a test tesójának tudom, hogy láttam más filmét, de ez, ez egy viszonylag, ugye a skandináv filmek, azok mindig művészmozikba mennek, és mindig van egy ilyen sajátos világuk néha, néha nem érthető. Másik nagy kedvencem a Anderson svéd rendezőnek a daloka a második emelletről, ami aztán végképp egy teljesen érthetetlen film, és borzasztó monoton, mint az Gyűlödüsszelja, de van benne mondjuk egy-két olyan gigapoén a legváratlanabb helyeken, hogy egyszerűen fejbevág. A múlt nélküli ember is helyenként ez ugyan, tehát egy tipikus skandináv, hogy időnként ilyen váratlan, váratlan poénok, de azért itt mégis van egy, egy, egy teljesen egyszerű, érthető történet, hogy egy, egy, egy ember megérkezik a, egy településre, úgyhogy semmit nem tud, hogy ő kicsoda, mert amnéziája van, és, és hogy tökötök szép lassan megtalálja azért múlt nélküli ember, mert ő sem tudja, és senki sem tudja, és szép lassan meg, fel, felgöngyölíti, hogy ő ki is ő valójában, és mi volt az élete, és, és hogy is és eb ebben vannak ilyen kicsit ilyen kalandos szituációk, elgondolkodtató, borzasztó emberi az egész. Azért, tetsz, uh -huh. azért tetszett meg a film, akkor néztem, mert annyira emberi, annyira, annyira közvetlen, annyira, annyira tudsz azonosulni, nem csak a főszereplővel, a, a, a többi karakterrel is. Nagyon jók a karakterábrázolások, de valahogy az egésznek a... Szóval egy ilyen, egy ilyen profán triviális történet igazából, de olyan, olyan magasságokba emeli a, a rendező, olyan, annyit hoz ki belőle, hogy tényleg így le, lenyűgöző. És persze az, hogy van benne egy-két ilyen, ilyen, nagyon abszurd poén, az szintén. A skandináv filmek nélve jól működik ez, nem? Hogy, hogy jó karakterek, valósnak érezzük, Igen. Akit. mi is be tudjuk helyezkedni, igen. helyezni magunkat a történetbe, mert igen. hogy nincsenek annyira messze mondjuk, mint az amerikaiak, ezért annyira talán nem más, ami ott történik. Pont. Tehát. Igen, ez jól mondod, ez jól látod. Igen. Aztán pedig hozta egyet, hogy Endőr Akadémia. Csak úgy visszatérnénk a 80-as évekhez, egy kicsit. Igen, a 80-as évekhez, a, 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 a végjátékokhoz, az a Amerikához. Tehát ez is olyan, hogy nyilván ebben is van egy ilyen szubjektív, hogy ilyen gyerek-gyerekkori. Tehát az e, akkori videomagnó, ami szemben, amit tud fölvesz, és akkor, mik, a, mik, mik, a akkori filmek, azok nyilván sok nagy kedvenc van közük, de azért a rendőrakadémia, akadémia. Szerintem az első, Erről mindig azt mondják, hogy csak az első igazán, jó szerintem az első három. Nagyon jó, a többiben is egyébként még még azért egy-egy visszatérő poén. De az első az tényleg a, a kékosztiga Bártól, kezdve. <laughs> Amikor neki, neki megy izé a, a High Tower kocsival a másik az autójának, meg, meg a Metama, a amikor eleve, amikor átverik őket, hogy hol lesz a buli, és, hogy bekeverednek a kék osztigabárba, ami ugye a későbbi részekben mindig visszatér, hogy véletlenül valaki meg, megint a kék osztigabárban köt ki, anélkül, hogy, hogy tudna róla. Tehát óriási. Megnéztem, ez sok, sok filmet igaz, hogy az embernek láttam, mit tudom én, 15-20 éves korában, és akkor van egy ilyen nosztalgikus, emléke róla, és akkor nem szabad újra megnézni azt a filmet felnőttként, mert, mert elszáll az a varázs. A rendőr akadémián, és mert nem találtam annyira fergetegesnek a poénokat, viszont borzasztó aranyos. Tehát, tehát az, az kompenzálta az, hogy, hogy úristen, hát ez mennyire, mennyire ma már mennyire ö, hogy mondjam, nem ilyenek a filmek, mennyire nem, így, nem így, mennyire természet ellenesnek tűnik mégis, vagy, vagy mennyire látod, hogy ez egy nem, ebben semmi valóság nincs, de valahogy annyira, annyira bájos az egész. Inkább egy fél éve néztem meg minden hetet, és a hetedik már nem, az, az, nekem az már nem működött. Az a moszkvai, vagy az, még a, a moszkvai, a, ilyen, a hetes, ilyen, ilyen. De az első hatta teljesen jó el voltam. Nekem tehát. a harmadik volt a kedvencem, azért mert óriási ilyen jetski jelenetek vannak benne, nagyon látványos is volt. És azt hiszem abban volt a Sharon Stone. A Lehet, sajt. nem tudom, így. De azt... hát, tényleg, a, 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 mi, mi az, a, ott, mi az első három szerintem nagyon, a többi is, is jó. Aztán feliratod, hogy Austin Powers. Ez, ez megint, igen, azmond, mondom, hogy itt a, itt a végjátékok szintén dominálnak, az is egy ilyen, ilyen, nagyon Mondjam, nem akar több lenni, mint amennyi. A rendőrakadémiában is az a hogy nem akar több lenni. A rendőrakadémiában egy nagyon vicces film akar lenni. Az Austin Powers egy nagyon vicces film akar lenni és sikerül is. És ott szerintem, ott például nem is tudnék a három rész között rangsolt. Tehát ott, ott mindegyik zseniális. Szerintem is, igen. Mindegyik. De a, még, még nem, én nem, is tudnám, hogy melyik a kedvencem. Tehát mondjuk a, a, a dagidög, a fat bastard, amikor, amikor fingik egy hatalmasat, és akkor elkezdi elemezni a saját fingját, és azt mondja, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Hát meg amikor beül a jacuzziba, és belefingik, és mondja a és, és, bele és mondja, hogy hogy mersz előttem fingani? Ja, nem tudtam, hogy tiéd az elsőbség. Tehát <laughs> <laughs> jó, hogy megfordul a izében a folyosónak is targoncával. Meg, meg azért mekkora dolog, nem, hogy egy, egy egyszerű kémfilm paródia eléri azt, hogy miatta legyen komolyabb a James Bond utána. Tehát hogy ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy nem Daniel Craig fel James Bondokat, ezt a Craig egyszer lenyilatkozta, azért, azért le... csinálták komolyabbra, mert az Austin Powers már annyira... El, el, ha, annyira el, elbagatelizálta ezeket a kémfilmeket, mert ott is a, azért az utolsó pittsburgh hát a, a, igen, a, 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 a is voltak olyanok, hogy össze-vissza verik, tiszta olaj a feje, meg össze-vissza áll a haja, lenyomja a kilincset, mire kilép az ajtón, mint a skatulából húzták volna ki, igen. és hogy, hogy, ezeket akarták elkerülni, és az Austin Powers hogy ezekre Ugyan nagyon eset, ráment, eset. és akkor ugye ezért csinálták meg a régeseket, ugye sokkal komorabbra. Aha, szerintem én szerettem a James Bond filmeket egyébként, egy darabig mindent láttam, aztán az utóbbiak, köz. szerintem Na, én nekem a James Bond mondan is olyan, mint, mint, a Toto, meg ezek, hogy tök sokáig ellenálltam, és pár éve egy cimborámtól, szerintem karácsonyra kaptam egy ilyen Daniel Craig gyűjteményt, azt hiszem, de négy ah. kréges James Bond van benne. Hát mondom, ha már itt van, akkor megnézem, tudod. És még, így, Négy így, kréges? Igen, nem, öt, öt van, de ah. akkor még csak négy ah. volt. És megnéztem, tök tetszett, akkor figyelj, megnézem a régieket. És azt vettem észre, hogy megnéztem mindet, felkerültek a polcra, tudod. Tehát És így, melyik ki a, ki a kedvenced neked? Melyik? Nagyon nehéz, nagyon nehéz a a krégesekben nagyon jó dolgok vannak, de összességében azt hiszem sok a gyengébb forgatókönyv. Talán azt mondjam, talán a Sean isek, mert Hát az, az a klasszikus ok. ne, nekem a Roger moore volt a nem A Roger nem moore azért jó, mert az nagyon csibész. A csibész, igen, de nem tudom, hogy mai, mai fejjel melyik tetszene, de szerintem például a régi James Bond filmek tipikusan azok, amiket ha már lá... Oké, okay, hogy most nézted meg először, akkor tök jó, mert a helyén De ha már láttad, és nagyon tetszett, ma nem szabad újra megnézni, mert nekem a Moonraker a kedvencem, ami ugye a Holdon szódik. Roger Moore-ral. Ha ma megnézném a moonraker szerintem azt mondanám, hogy hibáz meg, ez kis no, az, egy, az egy picit vicegett, igen. 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 igen, hát azt is az Austin mert remekül, amikor ugye a WC-be és aztán kiszarja a szkafondból a mini mit, mert, de, vagy a, vagy a de egyébként a harmadikban, amikor mondja a, a, a na, hirtánk, Michael Caine, aki ugye az apja, hogy a világon két dolgot nem bírok elviselni. Az egyik, az olyan emberek, akik intoleránsak más, más, népekkel és kultúrákkal szemben. A másik a hollandok. Igen. Aztán ötödiknek pedig megint egy olyan film, ami meglepett, hogy az M. Night shyamalan a sebezhetetlenje. Ugye ez a East Rail 177 trilógia első darabja. Itt kapásból ugye ez is a kérdésem, hogy te ezt trilógiának tekinted? Én nem is tudom, hogy van -e ennek több része. Hát a sebezhetetlen, ugye aztán a széttörve, és elvileg az üveg, ugye így, így De az De az az azokban rész. nem a Bruce Willis van. Mm, a, nem akarok spoilerezni, az üvegben újra Bruce Willis van. Igen? Igen. Ezt nem is tudtam. Nekem ez egy olyan film. Figyelj, úgy, a sebezhetetlen. most mindegy, tehát itt spoiler veszély, most itt vállalom, a, hogy megvernek utána. A, a széttörve, ott ugye a James McAvoy egy, egy skizofrén csávót játszik, aki elrabol lányokat és fogva tartja őket. S úgy van vége a filmnek, hogy megjelenik a Bruce Willis, ugye ez a karakter, akit Aha. a sebezhetetlen hoz, és ugye ezzel ő összeköti a két filmet, és aztán Aha. van egy folytatás az üveg, amiben ugye már Bruce Willis ott van, mint ugye főszereplő, és tovább viszik a sztorit. Tényleg? Az meg kéne néznem ezeket. nem, nem ma készültek, tehát viszont, viszont igen, talán. Viszont, öh, az az érdekes, hogy ha külön-külön nézd a filmeket, akkor szerintem külön-külön az első kettő működik, a harmadik nem. A harmadik az csak egy trilógia záró darabjaként működik. Nekem nagyon tetszett mind a három, de azért a sebezhetetlen a legjobb nyilván. Az, az, az egy, nekem is egy meglepő, mondott meglepő, hogy azt találod, nekem is meglepő, hogy az, az mérés. Gondolkodnom is kellett, hogy egy ötödik filmen, hogy mi legyen, és csomó minden eszembe jutott a Weird Science, ami egy szintén egy 80-as évekbeli végjáték, amikor egy nőt csinál számítógéppel a két csávó, és a Robert Downey Jr. az egyik korai filmje egyébként, nem ő, a, ő, 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 negatív szereplő a filmen, meg ilyenek jutottak eszembe, és aztán egyszer csak beugrott, hogy hát emlékszem, hogy én nekem mennyire tetszett a, a sebezhetetlen. És igazából még meg sem tudom mondani, hogy miért, talán, talán azért, mert amikor ezt, ezt többször is megnéztem, és az egyiknek a végén egy csaj azt mondta, hogy hát az a, hát, hogy a hősnek hősnek kell lennie, hogy ez a, ez a tanulság, hogy neki ez a, a, ha valaki hős, erre született, akkor ez a, ez a dolga. És ez tetszett ez a, ez a gondolat, hogy ha, ha ez a dolga, akkor, akkor ez. De, de, ez még önmagában nem indokolná, hogy, 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 hogy miért raktam bele a top 5-be, de, de valahogy nagyon, Valahogy. Valami nekem nagyon. És tényleg most érdekes, hogy itt próbálok hangosan gondolkodni, hogy miért tetszett annyira ez a film, és nem tudom megmondani. Érdekes, hogy szerintem a Samalandnak, amúgy majdnem minden film jó, én talán jó, de, a, de ugye a leghíresebb az a hatodik. hatodik kérzékek, igen, igen. Az is az, az úgy nem rossz, szó se róla. De az úgy annyira nem. Nem. És akkor, amikor kijött a sebezhetetlen, akkor azt mondják, hogy hát ez meg se közelíti a hatodik érzék. Szerintem, szerintem jó. nem máshoz zseniális. És én úgy ülök vele, hogy neki az első öt filmje az szerintem száz százalék. Ugye a hatodik érzék, sebezhetetlen. Én a falut imádom, akkor ugye jött... A falu az, ahol vannak azok a piros, akikről igen, nem beszélünk. Igen, beszél igen, 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 Akkor ugye jött utána a jelek, ami szerintem zseniális, utána jött az esemény, amit már mindenki mondott, az nézhetetlen, meg bocsánat, ezt a lánya vízben, én azt is szeretem, és utána jött az esemény, amit mondta mindenki, az már nézhetetlen, de ezt tök szeretem. Mert hogy az ilyen, Oké, okay, persze hülyén van lezárva meg, az már nem száz százalékos, de én még azt is tök szeretem, de az első öt film az nekem ilyen nagyon favorit volt hmm. tőle. Utána már utána már nagyon véleményes, tehát a, a, a Föld után meg az utolsó léghallító az pocsék volt mind a kettő szerintem, de aztán a Föld után így ültünk a moziba, és így nem értettem, hogy mi történik. A léghallítót azt lehúzták, az emlékszem, hogy az... Ott, én, ott az animét tök szeretem, de a film az... <haz> az igyekezetet értékelni. jó mondom, mondom, hogy én most sem, tudom megmondani, hogy, a, hogy a sebezhetetlen az így Mér? Talán, ott, talán a, igen, ez a, ez a, hős, hogy, hogy egy, van egy annyira pozitív szereplő, aki, aki ugyan először nem feltétlenül akarja ezt felvállalni ezt a szerepet, de, de megteszi, és hogy nem tudom, talán én gyerekkoromban nagyon szerettem a szuperhős filmeket, meg a karaktereket, és mondjuk gyerekként még ábrándoztam arra, hogy én leszek szupermen, és megdöntöm a kommunizmust. Ez nem így lett. De hogy, hogy valószínűleg ez, ez megmaradt, és ugye a, a egy, egy szuperhős, de azért mégis egy valósa, egyre valósabb Igen. szuperhős szerepel, akinek vannak olyan képességei, amivel hatalmas dolgokat tud véghez vinni, és ezeket megteszi. És a, talán egy, ez egyfajta hit abban, hogy, a, hogy az ember vannak annyira izigvérig jó emberek, akik képesek mondjuk a világ ott jó irányba befolyásolni. És hát még megnézzük a történelmet, ugye voltak ilyenek, nem a legutolsóban Jézus, bár ő nem csak ember, hanem ő Isten is, de voltak még olyan emberek, akik, akik nagyon nagy hatással voltak, és hogy talán, hogy, hogy ez nem, nem veszett még ki, tehát még lehetnek ilyen emberek, és lehet, hogy ez is, ez is benne volt abban. Meg az, egész, mondom, az egésznek az a, ez a, a nagyon pozitív kicsengése a végén, hogy, hogy igen, ő a hős és vállalja, hogy ő innentől kezdve megment, akit meg kell, vagy, vagy megoldja azokat a helyzeteket, ahol ő. Látod, milyen kerek gondolt összejött végre? Mi lenne, ha meg tudnám moderázni? Most megpróbáltam. <laughs> top 5 sorozat Aztán figyelj, végre végére meg hoztad egy top 5 sorozat. Na itt, <laughs> itt jöttek az igazi meglepetések. Oké. Okay. Mm. Van egy, ahogy a Star Trek Deep Space Nine, ez nem meglepetés, eddig is jelen volt a Sifi de koherensen viszi ezt a vonalat tovább. Nyilván meg lehetne kérdezni, hogy miért a Deep Space Nine, és először a Next Generation-t írtam, aztán rájöttem, hogy vagyis ezt mégis tudom, hogy nekem a Deep Space Nine valamiért még egyen, de nagyon nehéz, mert más a kettő. A Next Generation az egy nagyon mozgalmas, ugye felfed, állandóan újabb bolygó, mennek az űrben, felfedeznek, zseniális, tehát az, az olyan volt, mint a 2001 űrodőszak, amikor az első Star Trek-et láttam a Sky Channel-en, mit tudom én... 91 2 környékén, tehát már jóval később, mint 88-ban indult a next generation. A régi Star Trek-et Amerikában láttam, és nem fogott meg, mert hogy azért a, a 60-as évek végén készült látványvilág, az a 80-as években már egy kicsit olyan cringe volt. Ma már nem, tehát ma már megint aranyos, igen, ma igen, már aranyos. Igen. És akkor az olyan, hogy így mondjál, és úgy, amik főleg a klasszik epizód, amikor a Gornal azzal a szörny, hüllő, hüllővel bunyózik a körk, hát az olyan az inkább játéknak tűnik, mint Skiffinek. Nyilván ma már az ember ezt is a helyén tudja. Ez és, és a Gorn, a legnagyobb karakter. De, de ott, ott, egyáltalán nem. És akkor ugye lehet, jó, a később lesz, mivel régeség tomoltuk Magyarországon. És ment a, a Next Generation, a, a Sky Channel, és hát úgy voltam, hogy persze nem érdekel engem ez. Hát, bár tudtam, hogy az Skiffit azt hogy szeretem, de hát ez ilyen. És valahogy az egyik epizódot, hogy néztem, és ugyanez ültem, és nem bírtam fölállni. Az, az volt, amikor a az vagy nem emlékszem, hogy mi volt a fő, fő, történet, csak hogy a haladekken, ahol ugye ilyen újra lehet, meg lehet virtuális valóságot lehet teremteni, ott valami ilyen, ilyen azt hiszem dél-amerikai bűnözőknek öltöznek be, és a data az, az android, és ő is valami, mm. és akkor nem tudom, el, nem, nem fogom már emlékezni, hogy melyik epizód volt, de valami előtt, egy, egy, jelenet így megvan előtt, de még, még most emlékszem, de tényleg utána így ültem, és kurva és így ült. És onnantól kezdve minden nap néztem, mert naponta mentek ugye a, a, az epizódok, és akkor este 6 hétig nem lehetett engem ígni. még nem volt mobiltelefon, vonalason ha keresett valaki, akkor a szüleim felvették, és mondták, hogy hét után visszaívom, mert a Star trek Egyszer <laughs> csaj nagyon megsértődött ezen, de hát bocs, 6 hétig Star Trek, ott, ott nincs, nincs, kérdés. És aztán, a, de mégis a next, amikor elindult a, a Deep Space Nine, akkor ugye az sokkal monotonabb, mert az egy űrállomáson játszódik, és először nem is, nem is lelkesedtem érte annyira, mint a Next generation de aztán a karak, ott a karakterábrázolások zseniálisak, és különösen a, a Gerek nevű Szabó, aki ugye a, a Deep Space Nine, az egy, az egy kardásziaiak, az a, a bolygószövetség, tehát az emberiség egyik ellen, ellenségei, ők ezt az űrállomást üzemeltették, bányászatra, és ott, ott, hagyták valamiért, kivonultak, és aztán fel, felfedezték utána, hogy az űrállomás mellett van egy úgynevezett féregjárat, ami eljut a galaxis másik végébe, hogy az alfa kvadránsból a, a, delta kvadrán, nem, nem a deltával, azt hiszem a gammával lehet, hát nem, igen. A, 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 Vermouth, a a Bajor bolygó melletti féregjáraton keresztül, és azért ott egy nagyon erős párhuzam van a ellenséges ö, környezetben lévő kicsi, de, de kiemelt jelentőségű Bajor bolygó, tehát a, a Bajoriak és a kardásziak között, ez ugye az a zsidó-arab helyzetnek egy, egy nem is annyira burkolt ábrázolása a, a science fiction, de nagyon jó, anélkül, hogy egyébként nem, nem volt sosem szájbarágos egy, egy pillanatig sem. És aztán mondom, azok a karakterábrázolások, és amikor ez a, Gerek, aki ott maradt, kardásziai létére ott maradt az űrállomáson, és senki nem érti, hogy hát miért maradt ott, hát miért nem ment el a többiekkel, és mondta, mert ő csak egy egyszerű szabó. És akkor van egy epizód, ahol, ahol megpróbálják, ahol valamennyire kiderül, hogy ő, vagy talán kiderül, hát nem, mert a kapitánnyal, a sziszkóval elmennek valami kalandot, ott, ott, ott beülnek egy űrhajóba, és valamit keresnek, már nem emlékszem, hogy mit, és, és hát, hát mindenféle kalandot, majdnem meghalnak, aztán és ez a gyerek tehát a végén ott ápolni is kell, és de közben mesélnek, neki, és akkor elmesél mindenféle történetet az ő életéből, a korábbi életéből, amikről mindegyikről kiderül, hogy meséli tovább, meg kiderül, hogy nem igaz, tehát hogy, hazudott, hogy ez nem is úgy volt. És akkor mindig, de mindig mond, rá, mindig mond rá valamit, és mindig, mindig kimászik belőle, és akkor a végén, amikor ott van, a, már visszaérnek az űrállomásra, és és ott betegen fekszik, de nem fog meghalni, akkor az oda megy hozzá a sziszkó, hogy na, akkor most, hogy ez Így, így alakult, mondd már el, hogy a sok-sok-sok történetből, amit mesélt, mennyi volt igaz? És akkor mondja a gyerek, hogy minden. És kérdezi a sziszkó. Na, tehát mi van a hazugságokkal? Különösen a hazugságok. Már hogy azok különösen igazak. És, és ez annyira, hogy annyira, ez is egy ilyen, nem tud megmagyarázni, hogy miért, de hogy az a karakter, ahogy ezt mondja, hogy, hogy az így úristen, micsoda ötletek vannak ebben. Ezt szerintem ott, 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 fordult meg, és ott onnantól éreztem, hogy a Deep Space Nine az, ami a leginkább. És utána tényleg ott borzasztó jó, jó karakterek vannak. Aztán van, hogy egy neve senki. Én nem tudom, hogy ennek ez, ez volt a magyar uh -huh. címe. Igen. A Nowhere Man az egy, az, az, minden idők legalul értékeltebb, szintén ilyen skifi, de a földön, tehát játszódó, van értelme, ez, ez, ez nem is annyira skifi, hanem inkább ilyen Misztikus triller. misztikus, lett, misztikus tízel, az, az az, igen. E, amit 13 epizód után töröltek, mert a kutya nem nézte, de és utána a, a Star Treknek ugye az a klasszikus történet, hogy az első szezon után törölték, és annyi nézői levelet kapott a, a, tévétársaság, hogy, hogy újra következő szezonban mégis újraindították, és hát mégis legendává nőtte ki magát. A Nowhere Mennél is hasonló zajlott le, de nem, nem ennyire, és nem volt elég, pedig pedig ilyen kritikusok különböző magazinokban, is, és olvastam ilyen cikkeket, hogy az ember nem is gondolná, hogy a Nielsen lista, ugye az a nézettségi legalján micsoda fantasztikus dolgok vannak, és úgyhogy nem is folytatódott, soha nem derült ki. Mert az arról szól, hogy a, van egy fotós, aki készít egy képet, ahol hát nem is igazán derül ki, hogy mi történik, hogy ott most embereket ilyen csukjás alakok felakasztanak, vagy, 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 nem, mert direkt úgy van, hogy ne is nagyon derüljön ki, hogy mi van a képen, de emiatt a kép miatt egyszer csak megjelenik nála valamilyen hatóság, és eltör, tehát meg is akarják ölni, de azt nem sikerül, és eltörlik az ő létezését. Tehát a, olyan szinten, hogy nem csak a személy azonosságát, a munkahelyét, nem, nem meg a telefonja nem működik, hanem a nevét mindenféle nyilvántartásból törlik, de a barátnője nem ismeri fel. Most aztán, hogy a barátnője adja mosták át, vagy megparan, ne, semmit nem, nem tudunk, de ez, a, ez az alapsztori, hogy őt megpróbálják, az ő létezését megpróbálják, vagy őt megpróbálják nem létezővé tenni, és megszerezni a, a fotót illetve a fotót ugye megszerzik, mert akarják semmisíteni a negatívot is, de, de ő ezt megőrizte a negatívot, és hát arról szól, hogy menekül állandóan valakik elől, miközben egyébként újabb és újabb részletekre, vagy újabb és újabb mozaikokra bukkan rá a történetből, amit ő lefotózott valahol, és hogy most ez egy közép-amerikai országban történt, de megtalálja ugyanennek az eseménynek ennek a valószínűleg egy akasztófal a helyszínét, az, a, valahol az autópálya mellett egy egy erdőben, és tehát teljesen érthetetlen dolgok történnek, de úgy vagy vele, hogy hú, ezt, tehát ezt akarom tudni, hogy hogy mi történik, de sajnos a, a nézők nem, nem, nem gondolta elég néző, úgyhogy ez neki érdekes, és ezért nem ér tovább a sorozat. Ez ilyen 90-es évek, amiről de, beszélünk. De pont ez adja a báját, nem, hogy nincs vége. Biztos, hogy ez is, persze, hogy, hogy sosem lett vége. Aztán pedig jön egy, hát figyelj, nekem az mondjuk generációs élmény volt, a lakó Igen, és nekem a sorozat mindig sokkal jobban tetszett, mint a film, és ebben nyilván vannak vannak viták. Meg tudnak érteni. Klasszikus, az, főleg az egyes, ugye a, a Christopher. Ma, figyelj, mai szemben nézve szerintem, pár éve újra néztem, és tavaly megint újra néztem. Tök jó, persze, meg film, meg minden, de Nekem a sorozat százszor jobban működik. Hát a sorozatban is ott van a, a, a Queen-dal. Persze. Szerintem a, a eleve az, az Adrian Paul, aki a sorozatban játszik, ő jobb pasi. Tehát, teh, és nyilván a, a csajokat néztem a filmen is, mert a Tessa, a barátnője, nagyon jó csaj volt, de de, valahogy ön, ő nekem egy... Hogy hívják? Christopher... Lambert. Lambert-ek Nyilván biztos a csajokat kéne megkérdezni, biztos jó pasi, meg de a... De a az Adrian Paul, ő, ő tényleg nekem sokkal azonosabb a karakterrel, egy nagyon-nagyon atletikus, jóképű, ugyanakkor ugye az elején ott van, hogy a, hogy a Duncan MacLeod, hogy mondja, hogy he has always been a fighter, awesome, a lover and a wanderer, tehát egy harcos, egy szerető és egy vándor. És én ezt az Adrian Paulnak jobban elhiszem, hogy ő egyszerre harcos, szerető és vándor, mint a Christopher Lambertnek. És, és, lehet, hogy emiatt is, meg olyan nagyon jók voltak a, a, a sztorik a sorozatban. Ott is volt tényleg egy-két olyan epizód. Ott, ott a kedvenc epizódom az, amikor a, találkoznak egy, jön egy, nem valahol oda keverednek egy, egy, egy orosz, ilyen szélsőséges, radikális, ilyen felbújtónak a Hát nyilván ott volt egy ilyen kicsit ilyen aktuál politikai, mert akkor az a Zsilinowski volt Oroszországban, akit attól féltek, hogy ő majd uh, ilyen egyszerre kommunista és fasista rendszert hoz létre, ha ő hatalomba kerül Oroszországban, és akkor majd jaj nekünk itt a világban. Nem ő, de egy ilyen hasonló karakter, és akkor megjelent a, a MacLeodnak egy régi haverja, aki szintén halatatlan, aki meg akarta ölni ezt a ezt az orosz szélsőséges, és a McLeod megakadályozta. Ebben. És hát a csávó az teljesen kiborult, hogy hát miért, hát tudjuk róla, hogy egy gonosz ember, és hogy hány embernek a halálát okozhatja majd, hogyha hatalomra kerül, és akkor ugye azt mondtam meg, hogy oké, okay, lehet, hogy ezt gondoljuk, de nem tudhatjuk, és hogy ettől függetlenül nekünk nincs jogunk bíráskodni más emberek fölött, még akkor sem. Tehát akkor sem vehetjük el egy ember életét, hogyha tudjuk róla, hogy azzal mennyi életet mentünk meg. És akkor a csávó számon kéri rajta, hogy mondod ezt te, akivel együtt akartuk megölni Hitlert. És az kurva jó, hogy a, a, Hitler elleni híres szőnyeges merényletet, ott McCloud gurul Igen. ki a szőnyegből, tehát hogy, mint, hogy az, ugye az a sztori, hogy ők csinálták valójában, csak ezt a világ nem tudja. És hát mondja, hogy az ő felnőtt, és, és átgondolta át ezt a, vagy revideálta a nézeteit, és hogy, és hogy ak akkor sem, tehát, hogyha tudjuk, hogy egy, egy gonosz emberről beszélünk, akkor sem vehetjük el önhatalmulag ennek az embernek az életét. Aztán végül ugye ezzel annyira összevesznek, hogy harcolnak, és a meghalt levágja a régi haverjának a fejét emiatt. Tehát mégis őt, ugye nekik szabad merül, nekik kell, tudom, hogy más harcoljanak, még a haverok is. E és, és ott is az volt, hogy így ültem utána egy fél órát a fotelban, és azt mondtam, hogy én nem tudom eldönteni, hogy erre mi a válasz. Kinek van igaza? Hogy, igen, hogy, és nem lehet eldönteni. Tehát induljunk ki abba, hogy tényleg, totálisan, száz biztosan tudjuk, hogy ennek az embernek a kiiktatásával mennyi ember életet lehet megmenteni. Oké, lehet azt mondani, hogy nem szabad megölni, de börtönbe kell zárni lehet, így innentől kezdve ilyen euh, hipotetikus jogászkodás, de hogyha az van, hogy konkrétan itt a lehetőség, hogy levágd a fejét, vagy ne vágd le, és téteszik, hogy tényleg lehet százszerzelőket tudni, hogy ő, ő mi, mi mindent? Hány ember életét mented meg ezzel? Nem tudom, mi a jó válasz. Nem tudom, hogy a... innentől kezdve nehéz, hogy akkor a hitler elleni merénylet is helytelen lett volna. Annyira azt mondjuk, hogy nem, ugyanakkor meg te lehet, hogy mégis. Tehát elvehetjük egy embernek az életét, és akkor innentől kezdve gondolkodunk, hogy a halálbüntetés, hogy az mennyire jogos, hogyha ott ugye megfordul, mert ott már valaki korábban megölt más embereket. Már nem osztogatják olyan könnyen a halálbüntetést, tehát ott már bizonyítottan sok embert megölt, veszélyes. És... De akkor innentől kezdve azon is gondolkodunk, hogy annak van-e létjogosultsága. és, és számos ilyen epizód volt, ahol az embernek tényleg olyan, olyan, kérdéseket dobtak oda eléd, amire nem, nem volt szájbarágos válasz, hanem elgondolkodtál rajta. Nekem, ez, ez, nekem ez hiányzik, hogy a, a a filmekből? A filmekből. Uh -huh. hogy... Azt én. Aztán van egy olyan sorozat, amiről én nem hallottam még előtte, ez a 1979-86-ig futó Benzon című szitkozó. Senki nem hallott, én ezt azért hallottam, mert, ott, mert Amerikában éltem két évet, és akkor akkor láttam, és akkor lett a szempont vége. És ennek ugye ez nem volt, nemzetközi pályafutása nem lett ennek. Meg hát a régi 70-es, 80-as évekbeli amerikai sorozatok, ezek ott, akkor Amerikában futottak, tehát akkor még nem volt nemzetközi televíziózás, később meg, meg csak a leg, legismertebbeket vették át más országokban. Ez, ez, nem, ez, egy, itt ez egy, ez egy, ez, egy, néger csóka, aki először ö, ö budget direktor, hogy mondják, mondjuk, ö, költségvetési igazgató, tehát mm -hmm. a, ként kerül a, egy, egy, állami, valamelyik állam, nem tudjuk, hogy melyik állammal játszódik, de a kormányzó Hivatalába kerülő, és aztán később kormányzó helyettes lesz, és aztán a végén kormány, ringbe száll a kormányzóságért a saját főnökével szemben. Mm. És ugye ez, a, ez, a, ez volt a vége, az utolsó epizód. És hát egyszerűen csak nagyon vicces volt, nagyon jó, jó, jó poénok voltak benne. Lehet, hogy olyan, mint a rendőrakadémia, hogy ma már nem lenne annyira vicces, de volt egy német házvezetőnő a, a kormányzó rezidenciáján, aki ugye tipikus ez a germán militáns, borzasztó idegesítő karakter, akivel állandóan mérkőzött a, a benzon, és, és, nagyon tetszett, hogy egy, hogy egy, egy feka, aki, ez nagyon érdekes, mert az a 80-as nyol, években Amerikában volt egy egy, egy ilyen volt egy trend, úgy látszott, hogy az úgynevezett öltönyös néger. Tehát ott, ott volt a, a a feketék körében, és ez egy nyilván ez egy, ez egy nagyon fontos társadalmi jelenség volt, aminek amit biztos, hogy részben tudatosan is próbáltak állami szinten erősíteni, hogy a feketék tanuljanak, és olyan példa, példák legyenek előttük, akik, akik a a hátrányos helyzetből, a, a, semmiből eljutottak valahova a tanulás által, és egyébként ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, stb. És ez egy borzasztó szimpatikus dolog volt. És azon, mondja az öltön is hogy az, az, legyen a példakép a fekete fiatalok előtt, aki, aki, szorgalmas volt, tanult, és, és beilleszkedett, és sikeres lett az amerikai társadalomban. És ugye ezt tette tönkre a 90-es évektől ez az identitáspolitika, hogy, a, ugye, hogy ami, ami, ami állandóan nagyon hosszú téma lenne nyilván most belemenni, de hogy a, a feketéket állandóan hergelte a többségi társadalommal szemben azzal, hogy ők áldozatok, nekik sokkal több olyan sérelmeik vannak, amiket már pedig nem hogy, nem, hogy megértenék le, de meg is torolhatják, és hogy egyébként is ö, pozitív diszkriminációra van szükség a feketékkel szemben, és be, sokkal nagyobb tolerancia nekik, sokkal több mindent meg lehet engedni, és hát ugye ez odáig jutott, hogy már, hogyha ők kifosztanak egy üzletet, Louis Vuitton és arról azt kritizálni, az rasszizmusnak minősül, itt tartunk ma ehhez képest a 80-as években tényleg volt egy, 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 integráló törekvés, és arra, hogy felemelkedjen egy széles ö, fekete réteg, ami nagyon szépen el is kezdődött a, régen időszakban. És ez nekem nagyon, nagyon szimpatikus volt. Nyilván nem tudtam ezt így gyerekként akkor, de, de tetszett, hogy van ez a fekacsávó, csávó, aki, aki tök jó arc, meg, meg tök normális, és egyébként humoros is. Vicces. Hogy... És vicces, érdekesen a Bensonban játszott egyik, egyik mellékszerepet az a René Abergenois, aki a Star Trek Deep Space Nine-ban később az Odo karakterét játszotta, aki ugye alak, alakváltó. És aztán végre írt egy hogy Marrow's Place. Ez az szintén sokat vacilláltam, hogy mi legyen az ötödik, és ez rögtön eszembe jutott, de így nem mertem, hogy hát, hogy azért ez mégiscsak ciki, hogy de, de, miért? de az a hely, hát mert azért ez nem, nem, ugyan, nem, ugyanaz a szint, mint a, a többi, de de hogy az a helyzet, hogy, 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 akkor, hogy le, tényleg akkor legyek szubjektív és objektív egyszer ilyen szempontból, hogy, hogy nekem tényleg nagy kedvencem volt a 90-es években a Melrose Place, mert szintén ez nyilván ez az amerikai Amerikában eltöltött évekhez kötődik, de hogy pont az, ami ott ilyen, ilyen 20 vagy kora 30-asoknak a, a mindennapi élete Los Angelesben, hogy hogyan próbálják megtalálni a helyüket, az, ami nekem már kimaradt, mert én gyerekként voltam ott, és hazajöttünk, tehát a, amikor már fiatal felnőtt fejjel, én már nem éltem Amerikában, de még valamilyen szinten nem mondom, hogy vágyakoztam oda, mert ez így nem sosem volt igaz, de hogy, de hogy így bennem volt, hogy mi lett volna, ha, vagy ha visszamegyek, vagy hogyha ha máshogy alakul, és mindig egy, egyfajta ilyen, ilyen, ilyen ö, csodálkozó ámulattal Néztem is pláne Los Angelesre, hát akkor még nagyon szép volt, nagyon akkor még nem szartak a hajléktalanok mindenütt az utcára, meg nem laktak sátorban mindenütt az emberek, és a Melrose Place az pont a Los Angelesnek a napos oldalát mutatja, nyilván egy csomó néha, néha kicsit túlzó intrikával, tehát azt gondolom, hogy azért mit 8-10 fiatal, akik egy házban laknak, azért ennyire sokat nem szopatják egymást az emberek a valóságban. Hát az emberek tudják egymást utáni, meg geciskedni egymással szembe, de ennyi aljasságot nem követnek egymást, mint mi amennyi itt történt, vagy ennyi, ennyi mondom, ilyen intrika, meg, meg mindenféle sunyiság, talán ennyi nem történik, de ettől függetlenül jó volt a sorozat, meg érdekes volt. Ugye az utolsó évad az már mindenesben nélkül készült, ugye a főszereplő nélkül. Szerintem azt én már nem is láttam. Ez lett volna mm. a kérdés, igen. Hogy ott sokan magának, azért hogy sokat cserélődtek ott... a szereplők. Igen, a... igen. De, hogy ő volt az, aki, aki az első hat évadban végig ott volt, és az utolsó évadból írták Kicsoda? ki. Linden ő kit játszott? A... nem fogom tudni neked megmondani a karakterének a nevét. Is emlékszem. De hogy, hogy, azt, ha jól olvastam, akkor neki tulajdonítják azt, hogy az ő távozásával ástak meg igazából a sorozat hát, sírját. Már, meg kvázi. Idő után már valahogy nem Szerintem amikor a Sky már nem lehetett fogni Magyarországon, akkor onnantól elengedtem ezeket a dolgokat. Top 5 album Figyelj, hogy van itt ez a Top 5 album a végén, de itt ebbe az első négyet igazából érintettük, de szeretném, hogy az utolsó Abszolút. egy pár mondatot beszélnénk, ugye a maratonlemezről, lemezről, hogy a, a négy külföldi gigadallamrok mellett... A négy rock dall, giga, gigadallamrok igen. mellett egy magyar gigadallamrok. Album is egyébként, tehát tényleg ez az én kedvenc műfajom. A, ugye a Maraton Vámos Zsolti zenekara az egész lemezt ő csinálta egyedül, és aztán heti Nipali énekelte föl, és aztán élőben, ahhoz, hogy élőben is megszólaljon. meg talán lehet, hogy vannak hang, bizonyos hangszerek bizonyos dolgokban, amiket, amiket mások játszottak fel már a lemezen, de az alapvetően ez igazából ez egy Vámos Zsolt projekt. Tehát Zsolti egy, egy zseniális, multiinstrumentalista instrumentalista viszonyatosan jó zeneszerző. Szerintem méltatlanul kevéssé, elismert, kevéssé foglalkoztatott zenész Magyarországon. Ugye, ő, ő, ő sose tudott részt venni ezekben a, bandázásokban, nyomulásokban és ezért, ezért nem hívták olyan sokszor meg nem, nem egy nem egy könnyű karakter, tehát egy nagyon erős öntudattal, ami érthető, mert tényleg egy borzasztó jó muzsikus és nem nagyon tudott olyan kompromisszumokat megkötni, amit egyébként nála technikailag valószínűleg gyengébb képességű, de zenekardi környezetben kollektíve van sokkal jobban együttműködni tudó embereknek sikerült, és ezért inkább őket hívták a különböző produkciókba, és kevésbé a Zsoltit. És az, ez, az, hogy ez a zenekar, ez, ez gyakorlatilag sehova nem jutott, abban nyilván az is szerepet játszik, hogy ez a műfaja, hogy korábban beszéltünk Magyarországon, igazán sosem tudott megkonosodni, ez nem, ez nem a magyar fül, vagy a magyar lélek zenéje, de hát ugye a 90-es eleje az egy is egy ilyen nagyon zavaros időszak volt, egy olyan kiadóhoz, egy olyan kiadónál voltak, ahol aztán ugye a, a, a Protonból alakult Piton kiadónál, Enyedi Ernő cégénél, ahol aztán nem elfogyott a pénz is, meg szóval mindenféle viszontagságok, tehát igazából nem is kapták meg azt a, a támogatást, amit egy, egy zenekar vagy egy jó lemez ilyenkor azért akkoriban még meg tudott kapni, és így el egyszerűen el, elsikadt a dolog. Nem. Eladtak talán 2000 darabot az albumból, ami ma már nem tűnt olyan rossz számnak, de hát ak akkor, sőt persze, de hát akkor az, az semmit, tehát az felejtős volt. A koncertek sem nagyon, mert hogy nem ismertél senki a, a zenekart, pedig. A, na, akárhány. Tehát akkoriban így, így nyáron ilyen haveri körben ugye mentem kocsival, és volt CD a kocsimban, és azt szólt, és mindenki megszerette. Tehát de annak ellenére, hogy olyan emberek, akiknek egyébként valóban nem ez a zenei világa, de nem tudták nem megszeretni. Jó, sokat szólt a kocsiban, nem volt esélyük, de, de kifejezetten voltak dalok, amiket hát, soha többé nem hallgatok, blues talán leginkább, ott a szövege is jó pofa, de a többi dalt is nagyon szerették. Tehát ez egy, ez egy nagyon szerethető lemez, mert hogy nagyon-nagyon jó minőségű lemez, de, de rossz helyen, rossz időben. Kb. És aztán évtizedekkel később, hát most már ennek is van szerintem tizen, nem tudom hány éve, amikor. Hát a Zsolti, ugye mi jó barátok vagyunk, és tudta, hogy én mennyire rajongok azért a maratonért, és aztán egyszer így valahogy így kitalálta, hogy akkor egy koncert erejéig újra újjáalapítaná, majd újraéleszteni a maratont, és hogy akkor a dalokat is megcsinálná egy kicsit áthangszerelve, illetve fölrakná, mert készült néhány újabb dal, ami aztán sose jelent meg, és sokáig Horváth Attila honlapján lehetett ezeket meghallgatni. Egyébként szintén jó, tehát a demonál sokkal jobb minőségben. És ott is annyi, annyi beírás érkezett, hát most az annyi az nyilván pár száz, de ezen a, ezen a, szinten ebben a zenei világban a soknak számít, hogy hát hogy milyen jók ezek, hogy és ez a Rolt, Zsoltinak így meghozta a kedvét, hogy akkor, akkor ezek, és, és akkor elkészült a maraton lemez újra, ezekkel a plusz dalokkal, meg egy a régiek közül lemaradt, azt a mai napig nem is tudom, hogy, hogy miért maradt le, és, és ebben én, én segítettem neki, nem utolsóban anyagilag, tehát meg, megfinanszírozni azt, hogy ezek Uh, ez újra megjelenhessen CD-n, tehát ő elkészítette a, 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 hanganyagot, vagy ők elkészítették. Én a CD gyártást finanszíroztam, meg a koncert, tehát és akkor volt egy, egy buli, ahol, ahol hát egy 200 ember összejött, vettek 100 CD-t, ezzel egy gyártottam, tehát nem volt a világ legnagyobb üzletes, sőt, még a mai napig pár, jó pár száz megvan belőle, mert utána még elpöttyögött itt ott egy, egy pár darab, Uh, nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben részt vettem és, és tehát anyagilag nyilván nem értem meg de az, hogy a maraton egyszer újra színpadra állhatott csak az eredeti felállásban és, és ebben nekem részem lehetett ez, ne, ez nekem egy olyan élmény volt, hogy, hogy nagyon mar, 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 marha jó, nagyon szép, büszke vagyok rá Szerintem az végszónak is tökéletes Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és szerintem Tök jó, hogy olyan aspektusokat is megismertünk veled kapcsolatban, amit eddig talán nem feltétlenül lehetett tudni, vagy nem ilyen mélységben, vagy nem így. Képezé, köszönöm ezeket a listákat. Aztán szerintem majd még valahol valamilyen formában biztos fogunk mi beszélgetni egymással. Nagyon szépen köszönöm én is. Én is. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, illetve megnéztetek minket. Ne felejtjetek, hogy jövő hónapban újra jön az ötös és addig pedig a leírásban ott van, hogy hol tudjátok Jesszit követni, ha még nem követitek és szeretnétek, illetve hogy hol tudjátok támogatni az adást, illetve a csatornát, ha ilyen vágyatok lenne. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok! Ez volt az Adj egy ötöst. Tartsatok velünk legközelebb is. Adj egy ötöst. A, kedvezéken. a, kedvezéken. a kedvezéken. Az adást a Prokopius numizmatika érme volt támogatta.